Üdvözöljük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balási Zsolt és Szabó Balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a Holdalapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben. Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggel, sziasztok! Újra ketten itt a sok, sok, egyéb, sok egyéb után most, már nem egyéb, sok vendég, meg ezért múlt héten nem is voltál balás, hogy bírtad? Inkább azt mondom, hogy esés után. Esés Még egy az nagy az esés van. van, mindig csak emelkedés volt ebben az Vendég éppen. is volt, esés is volt. Na hát, az hát az itt kettecskén újra megbeszélhetjük az esést. Amit? Kettecskén itt újra megbeszélhetjük az nem esést. Nem is, jó. ja, hogy újra, mert hogy... Ha, mert már három hete nem voltunk ketten. Uh, így van, az, az, sokat lesz, hogy mi hogy esünk, és mit csinál egy hedge fund manager, amikor esik a portfóliója, siránkozik a podcastben. Vagy örül a podcastben, vagy ugye kiderül. Vagy részvényt vásárol. Vagy részvényt vásárol. És az van, hogy figyelj, Balázs, itt, mivel hogyha a vendégek vannak, akkor mindig jön egy csomó új hallgató, és, és, és ezek azt hiszik, hogy itt is egy felkészült műsorvezető unalmasan pisziskedik, és, és sokkolódnak. Amikor <coughs> bemondom, hogy nem tudom, már nem is tudom ki a neve, szegény embernek, aki a, 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 a bemondom, hogy fogalmas nincs, hogy kicsoda, de ő ezt és ezt csinálja, és fel van a háborod, hogy mi az, hogy én nem nézek utána, hogy ki az az ember. Ö, és örüljön, hogy nem hoztam le. Kedves asszonyom, itt, itt, bárki, ez a lehetőség podcast, itt bárkiből lehet mozart, na abból az emberből, akit tényleg már nem tudom, hogy kicsoda, abból nem lehet ez egy óriási. Óriási, nem is tudom mi. Gratulálok, na de menjünk az esésre. Már nem nyugi, 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 nyugi. Mert kik, de hát ilyen dolgok, hát végre itt vagy. Kiderült, tudod, volt az a havis bitcoinunk, a 69, és nem tudtuk, hogy mi az. Uh -huh. Emlékszel? Valami rémlik. Tájbat. Tájbat volt. Uh, nem csodálkoztunk, hogy hogy bír valaki. De a tájbat és a <coughs> bitcoin jelek közt annyi a különbség, az egyik kétszer van föl, föl, fölhúzva, a másik csak egyszer. <coughs> na tessék. És uh, és várj, figyelj, voltam Ausztriában hiánya, ez is nagyon jó. Ez, az angol nyelvű podcastünket előkészítendő. Most egy pár beszédet fogunk eljátszani, csak annyi a szereped, amikor kérdezek, amit mondasz, hogy yes. Üh. Be, men, be, be, tudod, hogy Sládminkban voltunk, ahol olyan kurva nagy szórakozó helyek vannak, ahol az emberek sícipőbe mennek bulizni, meg iszonyú nagy tömegek. Igen, isz igen, ismerem. Iszonyú jó. És, és akkor onnan már kiraktak, és akkor mentem volna egy másikba, és előtt álltak egy csomóan, de nem hittem el, hogy sorba és akkor én most megyek ennek a sornak a végére, te vagy a sornak a végén, és akkor megkérdezem, excuse me, is this a cue? Yes. Fuck you. Mit szólsz? Mit szólsz? Micsoda szó vicc angolul? Szerintem most már podcasteltünk angolul. Révbe értünk. Érted? Jön, hát, tehát? elég gyenge volt. Á, jó, hát még, még, nem, nekem nagyon tetszett. Egyébként a sor végén állónak is. Te rosszul játszod a sor végén állón. Mind a kettőnek nagyon tetszett a szóvicem. És, és figyelj, ha, ha már más voltak ott vidéki sielők is. És, és Viktor mindig azt mondja, hogy vidéken már van recesszió, ne aggódjak. A vidéki Ezt magyarok, vagy vidéki osztrákok? Vidéki magyarok. Vidéki magyarok békés csabai magyarok voltak ott, és, és nagyon csodálkoztam, hogy de hát én azt hallottam a Viktortól, hogy ott, ott, recesszió van, és mégis sielnek, de azért mégis találtam. Egyrészt lesz majd egy az adatunk, majd beszélünk róla, de, de, találtam én is a itt Budapesten, van a Bosnyák téren van egy tej, tej valami, ahol veszem a tejet, ilyen luxus tejet, és mindig elfogy. És azért mindig a nénik félre raknak nekem hármat, hogy akkor azt, azt én amikor későn megyek, szombaton későn érek. Na, addigra is nekem még legyen. És most már nem fogy el. Most már ott van a polcon kurva sok tej. És Na, akkor, hát akkor recesszió van. A tudod, itt van. Csak a gazdagok mennek sielni. Így... nem fogy el a pénzük olyan hamar. Kérdeztem is, hogy mi történik, hogy itt ennyi tej van? Azt nem tudja, valami van. Nem mondom, recesszió van. Nem örült neki kézzel. De azt még zárásig van idő. Ah, hmm. És az van egyébként a piacon, hogy mindig csak ennyit beszélgetek, aztán gyorsan visszarakom a fülhallgatót, mert, mert veszélyes párbeszédek szűrődnek a fülembe, a vakcina írtja az emberiséget, meg mind, tehát ez mindig valahogy eljut hozzám. Tehát hallgatom ezt a sok butaságot a piacon, és, és rájöttem, hogy igazából én irigyelem a tanárokat. Tehát, igaz, hogy a tanárok ilyen halnak, én meg dagat vagyok, de, de baszki, írni és olvasni valamennyire azért mindenki megtanul. Tehát egy, 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 egy egy tanár az sikerélménnyel halhat éhen. És én milyen boldogan halnék ilyen, ha, 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 közben ársapkák elleni tüntetések lennének. Meg mindenki tudná, hogy a mi magyaroknál nem igen van károsabb kifejezés. E, és ez, tehát még, ez még a te kondicionál. Tudod, ezzel a ilyen fejlett országban, ezzel az írásolvasással már nem rakod magasra a lécet. De, de hát egy tanár azt Ennél tanítja, a jobb tehetségeket akarnak nevelni, mint aki csak írni, olvasni tud. De az a tanár, aki csak írni, olvasni tanított, szerintem az elégedetten. hal éhen, nem? Hát szerintem nagyobb céljaik vannak nekik is, többüknek. De... Na jó, oké, okay. na tessék, itt vannak a célek. Tessék, fölvezetem három mondattal, és aztán te jöhetsz a leszély sokával. Tessék, három mondat. Megjelent az első Grizzly Bear 2023. Ugye 2022 az a medvepiacról szólt, hát most 23-ban felébredt a hibernációból, a téri álomból. Pál, nagyon vicces Pál, ugye a fedelnöke, a, itt a nagy összeomlás közepett, azt mondja, hát a mi adataink azt sugalják, hogy nem nem szűkítettünk túl sokat. A bankok nem súgják. És akkor itt a headline, tessék, Stakeholm, ez csak egy bankrán. Végre egy klasszikus, amiből Viktor az összeset ismeri. Meg is kérdeztem tőle egy csomó mindent. <kül> Írt is egy cikket, meg lehet, hogy lesz szó De arra a kérdésre senki nem válaszolt, Balázs, majd lehet, meg mi megpróbálunk. Mi történik egy fél dolláros részvényel, ha egy dollár osztalékot fizet. Na, arra biztos válaszolunk, de kezdjük messzebbről. Jó, kezd messzebbről. egyrészt abbről. szerintem megint van egy példa arra, hogy a folyamatok a gazdaságban nem lineárisak. Tehát, hogy a Fed, amikor számol, meg modellezik, akkor számolja, hogy mi lesz, hogyha a kettőről három lesz a kamat, meg háromról négy, meg négyről öt, meg ötről hat, és akkor mindig valami, valószínűleg valami a modelljeik ilyen lineáris dolgokat dobálhatnak ki. És nem lehet azt modellezni, hogy mi van, ha egy bank csőd beindít egy pánikot. És lehet, hogy 4-ről 5-ről nem történik semmi, meg 3-4-ről nem történik semmi, de 5-6-ról valami egészen durván megváltozik. És ezt nem lehetett modellezni, mert senki nem tudja, hogy most pont hol van ez a, ez a határ. De vajon pici, hogy nem az a keresi 4-5 vagy 5-6-os, hanem a, a, a bank. Tehát ez két, két alkotó eleme van. A 4-5-5-6-ra öt, emelkedő hozamok, amik egyre, egyre jobban pléselik a bankok tökeit, és a másik pedig a, a szikra a puskaporos hordóban, a bankrán. Igen, igen. Hogy... Csak hogy mikor, tehát ugye ez olyan, hogy mint amikor a technológiai részvény azt mondtuk, hogy nem azért ömlött, össze a technológiai részvény árfolyam a tavaly, mert egyébként a reálkamatok emelkedtek ráhozamok két de egy olyan világban, ahol a rálózamok emelkednek két nagyobb eséllyel fog összeomlani a technológiai részvény. Nem biztos, hogy összeomlik, csak nagyobb eséllyel. Tehát, hogy itt is valami ilyesmi hatás van, hogy nem biztos, hogy bankrohamnak kell lennie, de, de nagyobb a valószínűsége, és nem tudjuk, hogy mekkora. És az sem biztos persze, mert én egyébként lőve a poént optimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy itt egyáltalán nem lesz nagy baj, sem azért, mert a Silicon Valley Bank csődbe megy, sem akkor, hogyha a Credit suisse ami most történik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha te szava ide élve, ez most egy hiszti a piacon, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy néhány hét alatt ez, ez biztosan meg fog oldódni, sőt azt gondolom, hogy napokon belül meg fog oldódni. Tehát én, én, erre teszem le a tétemet, de hát de az biztos, hogy azért itt most valami meglepetés történt, ami azt gondolom, hogy egy ilyen magasabb kamatkörnyezetben valószínű. És akkor figyelj, hát menjünk vissza szerintem a banküzemtanórára, nem tudom, te lelkesen bejártál le. Van egy alapállítás a banküzemtannak, hogyha a betétesek, és ez, mind, ez a pont hogy ez minden bankra igaz a világon, hogy egyszer akarja kivenni minden betétesre a bankból a pénzét, akkor az a bank az szinte biztosan csődbe megy, ha csak nem kesbe tartotta az összes forrását, amit, amit meg tudott szerezni. Akkor meg amúgy menne csődbe. Akkor, tehát meg, úgy, akkor úgy, meg nincs értelme úgy, bankként úgy, funkcionálni, mert nem egy bank. Egy-két szerintem a fele elég, tehát nem kell összes. A, fe, a, a hát attól függ, hogy mennyi a banknak a tőkéje. Én. Csak ugye nagyon sok banknak úgy néz ki, úgy kell elképzelni a tőkelátottságát, hogy mondjuk van száz egység mérlegfőszege, abból 15 most az is egy persze egy szakszó, tehát ezt úgy képzeljük el, hogy akkor száz egység az a mérlegfőszeg, az azt hogy száz egység pénzt gyűjtött össze, vagy tőkéből, tehát valami betették a tulajdonosai, vagy onnan, hogy egyébként a betétesek tettek be pénzt, vagy hitelezők adtak pénzt, tehát mondjuk így jön össze a, ez a száz egység, amit mérlegfőszegnek hívunk. Akkor ugye hát a bank az attól bank, hogy ennek egy részét kihitelezi. Tehát ugye az történik, hogy ez ez a ez az eszköz oldalon, ez, szitárként hitelként ott van. És az biztos, hogy illikvidebb lesz, mint egy, mit egy betét. Vagy, vagy, nagyon valószínűleg illikvidebb lesz, mint egy betét. És most a konkrét esetben a Silicon Valley Banknak, ahol pedig hosszú, tehát több éves lejáratú kötvényeket vettek, ott meg, ott meg szintén ez a helyzet, hogy ne, hogyha fel akarták volna számolni ezeket a kötvényeket, likvidációs értéken, akkor ez egy, akkor ez egy veszteség lett volna, és nem tudták volna kifizetni a tőkéseket. Ugye azért estek ezek, tehát ugye a 2022 arról szólt, hogy ezek a, a, hosszú kötvények leginkább, azok nagyon sokat estek. Igen, mert a diszkont felment. Tehát a kötvény cash -ja az állandó, de azzal, amivel diszkontáltuk, az egyre nőtt. Ugye erről beszél mindig, hogy a hozamok emelkednek, az mindig azt jelenti, hogy a disz, ezek a cashflow a diszkontrátai emelkednek, az ingatlanok cashflow a diszkontrátai, a részvényeknek a diszkontrátája, meg a, meg a, kötvényeknek is, és ezért ezek ezeknek a kötvényeknek, amiben tartották a pénzt, a, annak az értéke e, esett. Tehát ezeket megvették százért, aminek majd a jövőben fölmegy az ára 110-re, csak közben leesett 80-ra, ugyanúgy fölmegy a jövőben 110-re az ára. 80-nal még túlzól is bőven, inkább 95-re esett az ára. Tehát, hogy nem esett olyan sokat, hogyha egy három éves van szó. Jó, de most jó, akartam illusztrálni a problémát. Jó, illusztrálod a problémát, mert csak azt akarom voltam. mondani, hogy ezek ez, ez nem volt egy, ez a Silicon Valley Bank, meg szerintem a, az eszköz oldalán, amiben ez nem volt egy extrém kockázatvállás. Itt volt egy másik probléma, tehát itt nem az történt csak, hogy hosszú oldali kötvényekbe fektettek, és ez most itten végzetesnek bizonyult, hanem az, hogy ami szerintem itt az extremitás, az inkább az, hogy a betétes oldalon volt nagyon koncentrált, hogy mindenki a technológiai szektorból tette ide a betétjét, és ebből ugye az következett, hogy amikor elindult ez a bankpánik, akkor, akkor hirtelen ezen a szektoron belül mindenki nagyon gyorsan tudott mozogni. Ugye képzeljük el azt, hogyha mondjuk egy banknak hiába van nagyon sok Mér, nagyon sok pénze, nagyon sok a mérlegfőszeg, akár 20 milliárd dollár, ha három ember van, aki, aki betette a pénzét a betétbe, háromszor nem tudom, 6 milliárd dollárért, és két milliárd közben a tőke, így jön ki ez a 20 milliárd, akkor az a, az a három ember az egyszerre veszi ki 6 milliárd dollárt, tehát akkor elég gyorsan csődbe fog menni a bank, mert nem tudják kivenni, hogyha az vett mondjuk hosszú kötvényt, vagy az kiteleztett. Egy, egyik bank se tud úgy működni, ha három darab betétese van összesen. És nem csak ez a, tehát ugye az is a probléma, hogy ezek a tech a tech azok most vannak bajban, amiért esnek a tech részvények például. Tehát, hogyha az Exxon Mobil is köztük lett volna, az Exxon Mobil az, az fuldoklik a cashben. Az nem rohangál a bankban, hogy kivegyen, az inkább belerakja. Tehát, hogy nem volt kellően diversifikálva a betétesi állomány, és na, tehát ezek. ezek. Nem, nem volt kellene verifikálva betétes ez, ez, egy, ez egy fontos és érdekes pont, hogy ezen az oldalon is kell figyelni. Ettől még az Exxon is, ha meg tudja, hogy bankpánik van, akkor ő is rohan kivenni. <laughs> tehát igazából az, az Exxonnak a jelenítő magában nem mentette volna meg ezt a bankot, mert ugye pont ettől bankpánik, hogy mindenki írta elkezd fel, hogy majd éleszek az utolsó, és akkor én már nem kapom meg a pénzem, ezért mindenki rohan. Hozzáteszik, tehát az esvéjű bank, ez kirakta a Twitterre, hogy sajnos, mivel egyre többen vesznek ki pénzt tőlünk, ezért el kellett adnunk a hosszú kötvény portfólióból veszteséggel. És ezzel ezzel a kis transzparenciával kicsit megpörgették az eseményeket. Igen, tehát itt, itt, egy önerősítő, ilyen negatív spirál lesz, ez a bank kb. két-háromszorosra mondjuk az OTP csoportnak, hogy el tudja képzelni a hallgató, hogy mekkora. Tehát ez egy világszinten nem olyan nagy bank, de, de egyébként egy nem olyan kicsi bank. Hát Amerika kevesedik legnagyobb bankja. Hát Amerika, mint a 20. legnagyobb bank Igen, bankja. tehát azért, igen. Jó. És, na és akkor... Vaj, ha te, ha, te, ha, igen, ha hogy... tegyek hozzá ha még valami, tehát ez a, ez az, ez a spirál, ez, ez úgy is kinéz, amit most látunk a piacokon, hogy ugye mi a van, aki a Twitterre rakja ki, hogy baj van, de van, akinek csak a bank részvény árfolyam az, ami ezt a üzenetet leolvas. És ha valaki azt látja, hogy én egy olyan banknak vagyok a betétese, aminek kurvára esik az árfolyama, akkor, egy akkor kicsit jobban beszarok. Tehát, hogy nem csak a Twitteren keresztül működik ez az önerősítő folyamat, hanem a részvény árfolyamon keresztül, hiszen az ember nem tudja, hogy a bankjának éppen milyen problémája van vagy nincsen, csak azt látja, hogy esik a részvény árfolyama, és akkor azt hiszi, hogy biztos akkor ott probléma van. Tehát így is egy önerősítő folyamat az, amit most látunk. Úgy, hogy lehet, hogy semmi baja nincs azoknak a bankoknak. Igen, tehát ez a, ez a hangsúlyos, hogy minden bank csődbe menne, hogyha mindenki hirtelen egyszerre beruhannak kivenni a pénzét. Ettől még hallgatóknak nem ajánljuk, hogy beszaladjanak a bankjukba kivenni a pénzt, mert egy csomó minden védi őket ettől. Az egyik a statisztika, amiről beszélünk, hogy nagyon sok ember, meg nagyon sok vállalat tartja ott egyszerre a pénzét, tehát nem valószínű, hogy egyszerre ez megtörténik. A másik az, hogy vannak betétbiztosítások, amik, amik pont azt segítik, hogy ez a bankpánik ez, ez el legyen kerülve. Tehát az embereknek megvan a bizalom, hogy nem kell oda hiszen van rá garancia, hogy én azt a betétet meg fogom kapni. És az, hogy ezek a betétbiztosítások ezek pontosan a betéteknek hány százalékát fedezik, az egy országonként eltér, de egy Európában simán van, mondjuk a régióban nem tudom, 70-80 százalék, addig, addig ebben az amerikai állami bankoknál meg lehet, hogy csak 10 százalék. Tehát itt nagyon nagy különbség van nagy bank és kis bank között Amerikában, tehát ez a, ez a típusú bank volt, Kaliforniában egy bank, ahol ahol igazából nem volt ilyen erős a szabályozás, meg a tőke követelmények sem olyan magasak. Ezzel szemben egy amerikai nagybank, mint egy JP Morgan, vagy akár, és főleg egy európai nagybank, mert Európában sokkal erősebbek a, a szabályozók, ott ö, ott sokkal biztonságosabbak ezek a dolgok. betétbiztosítás tekintetében és tőkelátottság tekintetében is Európa egy, egy biztonságosabb hely. Pláne ha jönnek a jegybankok, és azt mondják, azok a jegybankok, akik már most már egy új influenza vírusra is mindent, bevetnek, minden hogy, 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 hogy izé megmentenek mindenkit, most is nyilván jönnek. Nem csak, hogy előre lehetett tudni, hogy jönnek, de most már explicite mondják is, hogyha Fed, fed, fed jött is, egy új betűkombináció, majd mindjárt mondom, hogy mi az új betűkombináció, amink van, jött és közölte, hogy például ugye ezek, a, amiről beszéltünk, ezek a kötvények, amik százal estek 95-re, és ezért bajba kerülnek bankok, azt mondják, ők százon beszámítják meg jött a, ugye a Credit Suisse másik, amivel probléma van Európában, jött a Svájci Nemzeti Bank is közölte, hogyha ha probléma van, ők beállnak mögé. Tehát nem csak a betétbiztosítás, de egy bankok sem akarják, hogy ezek a bankok csődbe menjenek. És akkor most itt lehet majd morálhazárdozni, nem tudom, hogy fogunk-e, minden hát, nincs egy, pici, egy, picit lehet szerintem. Tehát az a kérdés, igen, hogy a, ugye a, Fed, meg Joe Biden is beszélt erről, hogy ugye ezeket meg kell menteni, ezt a szituációt ilyenkor az, a, az, van, hogy mindenki fél attól, hogy akkor ha egy bank csődbe ment, akkor nehogy sokkal több bank csődbe menjen, mert akkor az egész gazdaságot recesszióba taszítja, ezért be kell lépni. Csak akkor ki fogsz menteni valaki olyat, aki egyébként kvázi fölöslegesen kockáztatott. Egyébként a tulajdonosokat, meg kötvényeseket nem mentették ki, tehát azok nullázni fognak itt a Silicon Valley bankban, meg jól akkor ugye van egy New Yorki bank, ez a Signature Bank, ami hasonlóan csődbe ment. Itt ilyenkor ilyenkor a részvényesek és kötvényesek nulláznak, tehát ilyen értelemben ők, ők, nincsenek kimentve. Nem is őket kell ugye félteni elsősorban, hanem a betéteseket, és a betéteseket meg azt mondják, hogy meg fogják menteni. De a betétesek esetében is nagy morál probléma, hogy elmetleg a piac szereplők, tehát a betétesek is odafigyelhetnének arra, hogy milyen bankba tartják a, a, pénzüket. Most, hogyha itt mindenki ki van mentve, akkor lehet mondani, hogy hát a a betétesse gondolta meg megfelelően, hogy hova teszi a pénzét, meg kockázatos bankba tette be, és hát a jövőben se fogja meggondolni, mert hát úgyis mindig kimentik. A Questor tipikus igen, tehát a Questornál lehetett azt látni, hogy mivel ott sokkal magasabb hozamokat adnak, mint a piac nyújt, ezért ott valami bűzlik. És tehát a Questor egy tipikus ilyen, ami hát azért ott meg is szívták emberek végül. Igen, ettől függetlenül azt gondolom, hogy itt a morálhazárt inkább jól van kezelve, mint nem, mert hogy a kötvényes részvényes nulláz, ez a fontosabb. Betétes nél is felmerül a kérdést talán kevésbé érzem fontosnak, hogy őket most megbüntessük. Annak oltárán természetesen, hogy az egész gazdaság az meg mekkora károkat szenvedhet el, hogy ezt a hagyják terjedni az ilyen bankpánikokat. Hát itt a betű szó, megtaláltam közel. BTFP, ez a bank, 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 Term Funding Program, de egy sokkal jobb fordításom van rá, nem az enyém, ezt olvastam. Buy the fucking panic ez a BTFP-nek a rövidítés, és, és, és valóban, tehát ha a BTFP megjelent, innentől kezdve a bankoknak nem szabadna esniük, vettem én is egy csomó bankot, de aztán még, még, vissza is pattantak másnap, szerencsére akkor adtam is el, viszont harmadnap megint estek, tehát ez, ez nagyon Na, furcsa. Hogy... Jött a Credit Suisse. Ho... De Ah, és aztán jött az SNB, hogy akkor, 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 őt is megmentjük. Hát és tehát... ma megemelkedés van megint, igen. Bárkit meglepett, hogy jön az SMB. Tehát de tényleg, influenza vírusra igen. lépnek a jegybankok. De akkor... Zsolt, ez, ez ez, itt tényleg az van, hogy most itt egyetértek veled, én sem értem, hogy a piac mit pánikol ezen, mert, mert nem gondolom, hogy nagy pániknak kéne lenni. az, hogy a Credit Suisse ez ekkora problémát okozott, hogy tegnap ilyen brutális esések voltak, hogy a görög bankok esnek 10%-ot, meg a, nem tudom, Erste Bank esik 8%-ot. Ezek, ezeket én is hülyeségnek érzem, úgyhogy vettem is Erste Bankot, meg görög bankot, meg nem tudom mit. Tehát, hogy régiós bankokat, mert azt gondolom, hogy egyébként ez a fertőzés nem fog tovább terjedni. Azt gondolom, hogy ezek a gazdaságok egyrészt alapvetően jó állapotban van, és olcsó lehet ilyenkor vásárolni. Tehát én is erre teszem a tétjeimet ettől még nyilván egy kicsit gondolkodom rajta, hogy már, már egyébként az amerikai esés után sem gondoltam, hogy most Európára ez miért kéne, hogy átterjedjen, aztán mégis átterjedt. Meg hogy most a kreditszis tulajdonosa azt mondta, hogy ő nem akar további bukókat a tőkemelésekben, ami ott történik, a sok botrány miatt, hát valahol érthető. Csak most valahogy olyan a hangulat, hogy erre mindenki elképesztően megijedt. De szerintem sem kell. Hát igen. A, a, nagyon vicces, mert ugye most beszélünk el a Moral Tehát tényleg azt jelenti, hogy a Lehman, meg az FTX, azok, azok Loptak, csaltak, hazudtak. Az SVB az már... Az, az már... nem ilyen egyszerű, mármint, hogy a Lehman, érted, tehát a Lehman az egy, szerintem nem biztos, nagyon kilógott akkor a többi bank között. A többi bank, tehát érted, például adták el azokat a, azokat az eszközöket, amiket ők közben sortoltak. Tehát, hogy azért, tehát volt ott mi... mondhatják, hogy sokkal jobban vannak most szabályozva a bankok, tehát ami 15 éve elrontotta szabályozó, meg a gazdasági szereplők, azt nem fogják ilyen gyorsan újra elrontani valószínűleg. De most már arra akartam utalni, hogy ezek, ezek, még követtek el hibákat. De az, tehát, de az ami előtt le, de az SVB, hát az, az simán elbaszta a befektetési portfólióját. Tehát érted, ez már olyan, mintha mi veszünk részvényeket tőke átételből, és csodálkozunk, hogy esik. Tehát ez már tényleg ilyen tök hülyeség, hogy, hogy az SVB az, azért van kimentve, mert hát rossz eszközöket vásároltak. Tehát, nagyon furcsa ez az egész. Például, tehát a következő lépés az mi lesz, hogyha szegény bank, vagy egy nem bank, magasra lövi be a bérköltséget, és egyszerűen magasabb a üzemelési költsége, és akkor azt is kimentjük. Tehát, hogy nagyon-nagyon furcsa dolgok vannak ezen, a hizén. A, a fölismerő, egy-két tincsetünkkel fölismerült újra a Chicago terv, és akkor ugye a Chicago terv az az, hogy ezek a bankok, a kereskedelmi bankok, azok nem, nem, nem befektetéseket gyűjtenek, hanem csak a saját üzemelésükre gyűjtenek pénzt, és ezért mindenki tudja, egy rohadt kockázatos nekik pénzt adni, amit ők aztán befektetnek. És mert az a baj, ugye Szabó Dávid baja, hogy jelenleg, ha valakinek pénze van, akkor azt, ezt a boomer bankrendszert kell igénybe vennie, mert tényleg nem tudsz semmit nem csinálni, hogyha nincs egy bankszámlád, nincs egy, nincs egy bankkártyád, semmit nem tudsz ma már csinálni. És magyarul rá kell bízni ilyen töketlen bankokra, hát már idióta, nem tudom, hogy mondjam ezt, tehát azt, aki ezt elcsészi, azt nem tudom, hogy hogy hívjuk, rá kell bízni a pénzedet, különben nem tudsz létezni ebben a világban, és ezt javítja ki a Bitcoin, Dávid szerint. Viktor szerint meg csak a CBDC, mert a Viktor ragaszkodik ahhoz, hogy a egy Jegybanki digitális pénzre a gondolsz a CBDC jegy, alatt. Jegybanki Bitcoin mondjuk így amit nem bitcoinnak hívnak nyilván, de a lényeg az, hogy az megint egy ilyen centralizált dolog, amit aztán megint ugyanúgy elkúrhatnak a jegymagok, ahogy elkúrják a saját devizájukat Venezuelában, Törökországban, Magyarországon nem tudom, hogy mi van, az egy ongoing folyamat, és szóval, hogy, hogy, ez mi akkor mindig előkerül, hogy na tessék, és nagyon vicces, mert mi, volt az én bitcoin tervem, tök jól eladtam ott, 24 ezer környékén, jött vissza 20 ezerre, ráadásul ezelőtt a bankcsőd előtt az SVB, vagy mi volt egy kriptós bank csőd, megint esett tovább a bitcoin, és nagyon, már ott készültem venni, és erre csődbe megy az SVB, SVB-nek hívják már meg, csődbe, csődbe megy az SVB, és a bitcoin kilőtt, hát elsírom magam, mielőtt megvehettem volna, kilőtt a bitcoin, mert az emberek rájöttek, hogy nézd már tényleg, a bitcoin az egy védelem ezzel a boomer bankrendszer ellen, 20 ezerről, -20, ahol én már vásárolni akartam, most 25 ezer. Most ott kevésbé akarok már megint vásárolni. Ja, Istenem. Na de Zsolt, miért kérdezted az elején, hogy a fél dollárt érő részvényt, azt, azt, vagy a fél dollárról megvásárolta részvény, hogyha egy, egy dollár osztalékot fizet, akkor mi történik vele? Hát azért, mert ugye most hogy miért kérdeztem? Igen. Hát rengeteg implikációja van ennek a kérdésnek. Hát kifejtetjük. Ugye egyrészt azt történik, hogy szerintünk tök jó dolgok leestek tök fölöslegesen, és akár ez is megtörtént, nem tudom, hogy ez konkrétan történt. Nem ezt akartam kérdezni, hogy konkrétan melyikre igaz ez, mert nem, tudom, hogy igaz ez. Egyikre sem, sajnos. De azért valószínűleg akkor már nem fizet egy dollár osztalékot, de egyébként az elméleti kérdés az tök érdekes. Az elméleti kérdés az a válasz, hogy akkor nem fog a 0,5 alá menni, hanem a 0,5 még le fog menni 0,3-ra. De ugye, hogyha tudja mindenki egy nap előtte, hogy az fizet egy dollár akkor fel fog menni ennek az árfolyama kivéve, hát akkor a pánik van. Most is mindenki tudja, hogy megnyertek. Most azt várná, hogy akkor a 0, mert mi ki kell vonni az osztalékot az előző napi árférm, és a 0,5 mínusz 1, az ugye mínusz fél, hát hogy lehet? nem én ez az egy nagyon egy... jó befektetés, ami, ami 0,5 dollárba kerül, és egy dollár osztalékot fizet mindjárt. Általában nem szokott ilyen lenni a tőzsdén. Tudod, mi a csak még jobb befektetés? Ha másnap tényleg mínusz fél dollárba kerül, mert akkor végtelen tudsz belőle venni. <laughs> Igen, de ilyet <laughs> még nem láttunk. De láttunk az olajnál. Az olaj nem fizet osztalékot. De az mindegy fizet, vagy sem? Ha mínusz az ára, akkor végtelen tudsz belőle lenni. Ez nem igaz. Hát, de is nem, mert az azt jelenti, amikor veszel, akkor kapsz pénzt. De ott ugye van egy kötelezettséged. Ugye a leszállítás kapcsán. Yeah, igen, igen, igen. Tehát igen. ott ez egy bonyolultabb dolog. Ah, Egyébként ahogy... azért mondom, hogy a platform nem engedne végtelent venni, csak mondom. Ah, igen. Igen, mert akkor túl gazdag lenni. Értem, Nem, nem azért. Értem, a... soros Limit, lenni. Limitek kijutnének téged. Hát de nem, mert nő a lib... hát mindened nő, nem érted? Hát ha mínuszért veszel valamit, az de azért, értem, hogy... értem, értem, nah. csak hogy én ott voltam a valóságban, néztem aznap este, hogy mit történik, és, és nem vettem. De jó rábasztály. Sőt, a... majdnem eladtam, ami volt a következő havilejáratra. Szerencsére nem szálltam ki belőle. Én vettem a következő havilejáratra. Uh, uh, hogy le voltam íjézve? Mert csak azt a szart tudtam menni az usót, mert még nem voltam hedge fund manager, és csak a saját alapomat tudtam végtelenül hízlani. Na, Na figyelj! a régi traumákat tartsd magadnak. Ez nem trauma, ez, ez, happiness. Na figyelj, most tartsuk egy szünetet az esvéből, aztán visszamegyünk más aspektusaiba, jó úgy? Mert, jó, jó úgy. Mert a Oscar Gála szerintem nem lesz, bár, bár hát nagyon fáj nekem, hogy az Oscar Gála. De hát Hugh Grantről kellene beszélni. Lehet, hogy lesz, majd egy ugye Hugh Grant nekem nagyon tetszett. Na, na figyelj, beszélgetett a női hegyel. Na, na, és de van egy másik, amit fölkaptak a magyar hiportálok, a PC magyar hírportálok. Újabb hungarikom, a világ legbunkóbb kapusa is magyar. Nem tudom, talán sokan látták a videót, amikor a MTK Diós Györg egy kisgyerek, nem tudom, mondjuk hat éves, megkapta a kezdőrugást, és MTK ezben és nem kell elvégezte a kezdőrugást, hanem végigvitte a félpályán, majd gólt akart rúgni a Diós kapusának. A Diós Győr edzője meg oda kívánt, hogy nehogy hajt, hogy gólt kapjon. És innentől kezdve mindenki a kapust utálta, mert nem engedte be a gólt, és kétszer is nem engedte be, majd azt elvette a labdat, és kigújtotta a félpályához. És a gyereket szegény meg sírva vitték le, de hát, én, hát itt a kapusnak volt kurva szar, de gondold kiállsz egy hat éves gyerek ellen, a karriered forrok kockán, meg azt hogy az öltözőben mit mondanak a többen, hogy ne hagyd, hogy berugja egy hat éves gyerek. Hát Itt ott csak veszíthetsz, mert ha kivéded egy rohadt szemét vagy, ha nem véded ki, annál na, 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 meg nincs rosszabb. Szegény magyar kapus kellett volna a kedves magyar sajtó sajnálni, és a gyereknek meg azt üzenem. Én nem értem, hogy mi lett, volna, mi lett volna baj, ha beengedi, de Mindegy. Hát, a, a, az edző mondta neki, hogy ne engedd be. Tehát innentől kezdve már ott egy spo, az, az izé volt. az a sportoló a sportoló ellen. Innentől kezdve, sajnálom, de izé van. Ja, és és a, a gyereknek azt üzenem, hogy ez, ne, ne, ez, a, ez a jelenet mind egész életedbe jusson eszedbe. Az élet nem arról szól, hogy a felnőttek fél, vagy a többiek félre állnak, és hagyják, hogy te teljesíts. A, az, hogy te be tudod rúgni ezt a gólt, az rajtad múlik. Azon, hogy az előző tíz évben eleget edzettél -e, és hogy ott kellően összpontosítás. -e, és hogy föl vagyok -e készülve. Mindig ez is jön eszedbe. Kis, kiskölök. Az, hogy az a kapus, az belőled most nevelt embert, és köszön meg neki, hogy nem engedte be. Mert különben az egész élet, és Balázs, nektek is, ha egyszer lesz gyereketek, időnként hozzátok be az irodába, ahol én nem engedek meg neki dolgokat. És akkor megússzuk, hogy tömeggyilkos pszichopata legyen belőle 17 éves korára. Mit szólsz? Nem tudok mit hozzátenni. De, de a, a következő szó mert a 444-en ebből egy kurva jó cikk kerekedett, mert le, le, leírtak néhány történelmi példát. A Bayern München kapusa Oliver Kahn, neki 9 éves gyerekek rúgtak 11-eseket egy jótékonysági rendezvényen, és az volt a feladat, minden, be, minden be, bekapott gólért 1000 eurót ad a Bayern München, vagy Oliver Kahn, mindet kivédte. Az összes 9 éves gyerek, aki szeretett a Oliver Kahnnak gólt rúgni, mindet majd aztán fizetettek egy csomót, azzal nincs baj, de a Oliver Kahnnak is gratulálok. De a legszebb, Johan Cruyff, ismered Rohan cruyff -t nevét ismerem. A, na, a, holland legend, a búcsú meccsén Ajax amsterdam a játszott, meghívták a Bayern münchen pont a Bayern münchen hogy egy gála meccset játszanak. Ajax terve az volt, hogy minden labdát Cruyffnak adnak, és akkor majd ő brillírozik, és gólokat lő, és stb. A Bayern terve meg nem ez volt. A Bayern kiment, és 120 ot adott, és 8 ra levosta az Ajax Amsterdamot. Ez 1978-ban ez volt, ez kurva jó. Hát, megnéztem a mérkőzés ilyen összefoglalóját, és a második percben lőtte az első volt a Bayern München, és a Csáhu, aki lőtte, ünnepelt, érted, mint a BL Tehát döbbent csend a stadionban, ő meg ünnepli magát, mint a izra, a többiek nem rohantak oda hozzá, és umoltak rá. Óriási volt. Azt, öh... azt, hiszem, nem tudok veled együtt érezni, vagy egyet érteni. De hát nem tudom. jobb az, az, nem, az azt a Zsolt, hogy mások a célok. Tudom, jó, most a én se csinálnám ezt, meg ott már nem kell nevelni a gyerekeket. Meg a gyereknek beengednék, de gólt, remélem. Tudom, elmutat, hogy nem, de... Hát nem tudom. Nem, de is akkor pszichopata tövegyilkos csinál. Nem lesz belőle az. Akkor 17 év múlva. Az csak egy sikerélmény lett volna neki. Morál hazárd. a gyerek is érezte volna, hogy beengedték, de mégis boldog lett volna. Moral van itt. Morál van. Én ezt nem futom. És Krojfát még azért laktam be, szegény, mert ő úgy hogy visszavonul. De aztán képzeld, lett egy dodgy pig farm investmentje akkor nem kripton bukták el, meg FTX-en a csávók a pénzüket, hanem Pick Farmon befektetett, el, el, elveszített egy csomó pénzt, hogy el kellett menni a Los Angeles aszték, asztékokhoz focizni a sok pénzért. Na, szegény Johan Cruyff. Na, figyelj. Na, vissza az esőbankokra. Vissza, bankokra. vissza. Someone please explain to me valaki, ez is vicces, én konkord egy mondat, tehát mégis a tőzsdén forog, de azért azt a tőzsdei emberek azért tudják, hogy erre mi a, milyen a kérdésre a válasz. Miért van az, hogy még az olaj is zuhan a bank liquidity sell off -ra? Valás, magyarázd el a kérdezőnek. Szerintem valami olyasmi történt, hogy most van március 16 án amikor felveszük ezt az adást, és megvolt a elmúlt két-két és fél hónapnak így az emelkedő trendjében az, hogy mik történtek, hogy a részvények belementek kötvények, forint, ugye láttuk, hogy a forint erősödött, a részvények alapvetően inkább felfele mentek, bár az elmúlt hetekben már volt lecsorgás, de az európai részvények például azért, azért magasan voltak és felfele mentek, Amerikában volt risk lecsorgás. Risk on risk on volt. On volt. alapvetően, és hogy az történt szerintem, hogy egyszerűen minden olyan trédben, ami jól működött az elmúlt két-két és fél hónapban, az hirtelen a visszájára fordult. Tehát magyar emberek azt, azt a forinttól látják a legjobban. Tehát, hogy forint így szépen lassan verősödött, de hát mennyire erősen? Ugye senki nem várt, nem tudom, 373-as forintot, pedig annyi is volt, és akkor így egyik nap így 8 forint gyengülés, aztán másik nap is 8 forint gyengülés, most nem tudom, hol vagyunk, 397-en. De tegnap este egyszer csak valaki a -e Timcseten írtam, is írta, hogy nézd már a forintot, és én látom, újra 405 volt, vagy mennyi volt, és, és, és hozzá is tette szerencsére, és ezzel fölhívta talál figyelmemet, hogy, hogy, hogy azért ebben valószínűleg benne van az, hogy március 15, az, az a magyar piacon egy, egy illikvid időszak, mert ugye a március 15 nál, csak nálunk volt szünet, mindenki más üzemelt, és én 402-ig ment a forint, és 402-n tudtam forintokat veszegetni, vagy az eurókat eladogatni ott késő este. Úgyhogy, úgyhogy Misinek köszönjük szépen. A Holdbit alap befektetői. Fó, amikor ezekkel az ilyen rövid távú sikeres trédjeidel így elmenőzöl. Hmm. De ez nem, hát el, öcsém, hát erről szól nem tegnap élet. este a másik öt tréded, ami, meg, ami nem jött így be valószínűleg. Tegyük hozzá. hogy mondjak egy olyat? Nem kell mondanod, Ezek de... 1972 hogy van. van. Nem, nem, nem. Tegnap, e, a tegnap, utolsó, tegnap, este is volt valószínűleg. Csak az, a... utolsó ilyen volt. Amikor tegnap vettél egy bankot, és ma van, azt nem volt. De nincs ilyen, nincs ilyen, hát ilyen nincs Hát most Fii, akkor az alapod árfolyama nem 322 százalék nyerőben van még idén, úgyhogy... Ha már felpiszkálsz, vettem a három legtöbbet eső amerikai bankból hétfőn, mert hogy hát mennyit estek. De úgy, hogy csak nagyon kevés legyen a háromból összesen is. És másnap 50%-a fője voltak. nem hittem ám, eladom. Hát, hát ezért vettem, hogy valami ilyesmi legyen. Na, szóval ez egy csupa sik siker, sikerélmény nekem ezek a napok. Na, a meglátjuk majd a alapodárfőn. Így van, meglátjuk, az... még nincs benne. De amire hallgatók, hallják már, meg lesz. Úgyhogy. Nagyon jó, és akkor ha már, de tudod mi a rohadt viccesen, akkor kicsit már kitértem, tehát a, a kriptó, eddig ugye a kriptóval az volt a baj, hogy a Doji kriptó, A most kiderült, hogy a kriptóval is az a baj, hogy a, a Doji boomer bankokban tartják a pénzüket, és az a szopnak, a Coinbase például mondta, hogy hát sajnos a banki utalásokat nem tudjuk elvégezni, a, ugye a, mindig azzal van a baj, hogy mindenki azért aggódik, hogy egy kriptó de például az FTX volt ilyen, ott benragad a pénze, mert eljátszották. Na most a Coinbase az írt, hogy ne, mi nem játszottuk el senki pénzét, csak a boomer bankokban tartott pénzünket nem tudjuk kiutalni, gyerekek. Ha valaki bitcoinban kéri a pénzét, akkor a blokkláncon vidáman tudunk utalni, szóval nagyon meg, megfordult a világ. Most már a boomer bank kitettsége a kriptopiacnak az, ami a, a veszélyforrása, és nem a nem a, izé, nem a kriptokitettség. Tessék, Paul Krugman is, aki szerint a, izé, a, a bitcoin csak azoknak jó, akik izé, fegyvert akarnak venni, meg drogot. E, el, neki át hisztizni, hogy hát a Venmo, a Venmo őt kizárta, izé. a Venmo az olyasmi, mint mondjuk a Revolut, nem tudom. Hogy megszívatta őt a Venmo, és akkor Twitterre megkérdezte a Hát biztos, drogot akartál venni, vagy bérgyilkost, ugye? Mert csak azért lehet ilyenkor bajba jutni. E, és tessék, még egy, még egy, az arany. Hát ugye, az, ugye, a bitcoin, az, 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 arany is, a bitcoin az előbb mondtam 20 vagy 25 százalék, nem tudom mennyit ugrott ez, ez alatt a két-három nap alatt, de az arany is ment. Tehát mert hirtelen mindenki, ugye mi a narratíva, hogy szar a boomer bankrendszer, úgyhogy minden másban melegítsd a pénzet. Hát ezt mondjuk a, mi, akik kripto, kripto, hősök, már mióta mondjuk, és most írta három nap alatt mindenki rájött. E? De ugye ez összefügg az, hogy a kötvényhozamok leestek, tehát ugye eddig az volt a jó trét, hogy mentek föl a kötvényhozamok, és el kellett adni a hosszú kötvényeket, most pedig a hosszú kötvények, mert Lát. volt egy fordulat erre a pánikra. Nem tudom, hogy ez azokkal. Tehát, a, 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 tehát az, az, a, az, arany az mindig úgy megy, hogyha a reálhozam éppen lefele megy, akkor az arany árfolyama meg fölfelemegy. megy. És jözel, ilyen, mindig ez ilyen, erős. Hát, a, de rövid távon igaz mindig. Egy-két napos távon ez mindig igaz. Most szerintem az egy sokkal erősebb driver volt, hogy pánik van a hagyományos. Ne, egy csomószor. Hát ez nem, azért nem igaz, Zsolt, mert egy csomó pánikban az aranyest is szokott, ha megnézed. Ez nem igaz, hogy a párak megy az arany. Ábrát, ami arról szólt. A ráhozzam, és az arany együttműködésével. Na, nagyon beszél. szép ábrákat bele lehet rakni és meg fog látni. Hogy Tehát pont van. Tegnap rakott be egy Dani, a Dani egyet, ahol az látszik hogy az arany, az az elmúlt négy hónapban a ráhozommal egyáltalán nem bozgott nem együtt. Tehát teljesen szétváltak. Tehát nem. Azért igen, ez is benne van, de most azért egy sokkal intenzívebb hatás volt az, hogy pánikolunk a hagyományos bankrendszertől, és ezért minden alternatívát megkeresünk. Például a bitcoin. Na figyelj! El, a... Előbb juthatna eszedbe az arany. Még nagyobb a kapitalizációja. Ha 70 éves vagy, akkor előbb eszedbe az arany, hogyha már egy ilyen kicsit modernebb szemléletű vagy, akkor rájössz, hogy az aranynál sokkal jobb arany a bitcoin, például, mert otthonról tudsz venni, míg ugye az aranyat, az arany se jó, hogy izé, hogyha a pénzügyi Meg tudom venni szem. a brokeri számlámat. De akkor ugyanabban a, a boomer bankrendszer kitettséged maradt. Tehát akkor nem nyertél semmit. Az arany csak elásva jó. Persze, de nem is gondolom, hogy a boomer bankrendszernek nagy baja lesz. Hát de most az emberek azt gondolták. Nem? Hát rosszul gondolták. Hát szóval. az, az, kétségtelen. De, Na figyelj, van itt valami, az, a vízénk is gondolkodik. Várjuk meg, mert most még nagyon magabiztosak vagyunk, ugye? Igen. Itt, de még egy nappal vagyunk a egyik nagy pánikút. E e Európának legnagyobb esőnapja után mondjuk egy nap, és úgy az <sibit> beszélünk róla, hogy ennek vége van. Mert mi ezt hiszük, tartsuk fenn a lehetőséget, hogy tévedünk, de hát mindegy, elmondjuk, hogy mit hiszünk. Egyébként én tegnap elbizonytalanodtam, mert tegnap már tényleg sem értem, mert nem volt az esésnek, és mégis össze tudtak hozni egy esést. Tehát, tehát lehet, hogy még a pánik, de mindegy, mi, majd veszi, mi végig az a Olyan, mintha ilyen hatalmas eufória lett volna, és most az ilyen kis is nagy esések. Igen végvesszük az esést, és két hét múlva jözi, bezárjuk, a, <laughs> bezárjuk az alapjainkat, mert, mert ezért, tudom, minden mag nullát ér már közben, és mi meg végigvettük az esést. Na, de figyelj, van egy alterna. Tudod, a múlt, a múlt, héten volt egy kurva jó adásunk, a drogos adás. Ez, 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 én nagyon élveztem. És képzeld, a Spotify pont most vezette be azt a lehetőséget, hogy lehet, majd itt is kérdezünk majd a hallgatóktól. Aki akar a Spotify-on Fölteszünk egy polt, és akkor lehet rá válaszolni. Ne is válaszol stúra... rá, hogy Fű vagy Pálinka, ugye ez volt a kérdés? Nem ez volt a kérdés. A kérdés az ott, hogy az a, a, a adás címe az volt, hogy Fű vagy Pálinka, a kérdés, a polkérdés az ott, hogy szóval, és akkor a, a válasz lehetőségek a következők voltak. Fű 38%. Pálinka, ez csak 18%. Az egyik sem, ez csak 11 de a zene, ez a személyes sikeremnek éremben, az 33 százalék, bár hogyha Bár a fű nyert végül is. A fű nyert, a zene a második, és ha összeadom az egyik sem meg a zenét, ami azért a, a, az a jó válasz, tehát kedves hallgatók, a jó válasz, az az egyik sem vagy a zene, az csak 44 százalék. Drogos országban élünk, egy drogos országban. Na figyelj, előkerültek boomerek a izével kapcsolatban, ezzel kapcsolatban. Joseph, Joseph Gentile, szegény chief, chief administratív officere a SVB banknak, vagy mi van? Ez valami olyan pozíció, amit nálunk nincs is, hogy ez csak ilyen nagy helyeken van biztos. Igen, de volt ő más is, volt ő CFO is. Igen, a Lehman Brothers 2007-ig. Hát ez a csávó, ez, ez úgy látom. Ez szerintem statisztikailag kijön, hogy aki a Lehman-nál dolgozott, nem tudom, több ezer ember, abból fogsz találni valakit a top 20 nagybanknál Amerikában. Jó van, de és tudod ki a Credit Suisse-nek ki a Board of Director a csermenje? Így van. Axel P. Lehman. Hey, Lehman mindenhol. Ez Jim Kramer. Jim Kramer azt mondta, hogy a Silicon Valley Bank 320 az előző hónapban, tehát egy hónappal ezelőtt az egy báj. Szegény Jim Cramer szerintem túl sokat beszél bájokról. Szerintem mert... meg túl sokat kiemeljük szegénynek a bukó biztos van neki nyerő is. Hát, ha szórod a akkor biztos, hogy lesz köztük nyerő is, ez kétségtelen. Igen. Na figyelj, de az MNB is rászállt erre az Na, egy kedves MNB, ez nagyon, nagyon öven Tehát azt történt, hogy ők is mi magyarozott az MNB, mert felosztja a világot mire, vannak a mi magyar bankjaink, amit az MNB felügyel, az kurva jó, mondja az MNB, és van az összes többi bank, tessék ott, mekkora a káosz, mondják ők, hiszen Credit Suisse, meg SVB, meg stb., azt nem az MNB felügyeli, üzenik ők. Úgyhogy a Revolut, a hazai ügyfelek továbbra sem tudják Magyarországon rendezni elszámolási jogitájukat, és a magyar betétbiztosítási védelem sem terjed ki a Revolut banknál tartott pénzbetéteikre, miközben a hazai bankok megbízhatóan és stabilan működnek, hát ez, hát ez neha... igen, csak a hazai bankok meg vannak külön adóztatva, a hazai bankok a, a magyar kormány rizikóját futják, tehát senki ne dőljön be, nagyon jó az a Revolut ott, ott Litvániában, mindenki diverzifikálja a bankportfólióját is, legyen ilyen banknál is pénze, olyan banknál is pénze, tessék, és ha már magyar kormány előtt... De tessék, előke. a március 15 az nagyon jókor volt, mert az OTP ma mindössze mínusz másfél százalék esést mutat. Ugye tegnap nyitva lett volna, akkor biztos lett volna olyan pillanat, hogy mínusz 6-7 százalékban van. Nézd, az OTP-t vettem, kurva nagy mínuszban, hogy kedden eladtam. Kurva nagy pluszban. Óvatosan <laughs> ezekkel az izékkel. A volt ez hajdalba tényleg. Óvatosan <laughs> ezekkel. Mert minden fölmerül. Az elmúlt három napban mindenre van egy jó pozitív, pozitív Kivéve a bitcoinra, arról lemaradtam. Tessék, itt van. És tudod, mondd be mindig az egyéves hozamodat, meg a három éves, ne az ilyen hülye napi De hát de, most megint akkor még visszaértünk oda, hogyha ez a adást, ez a foci öltöző, ahol minden heti meccs után a lőtt gólokról beszélgetünk, és nem arról, hogy a 30 Kapottak, éves... Kapottakról, nem? Az öltözőről? arról 60. is beszélgetünk. Hát mondd, a bitcoin a kapott gólom. Hát az, ne, azt hiszed, nem fáj nekem, hogy ez nem, nem adtam egy kapott a... gól, mert nem vetted meg, meg nem adtad el. De az kapott gól. Hát a te, a, 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 a ti, ti, nem, nem vagy hogy egy kicsit történt nagy történt. Nagy képű, hogy az a lőtt gól, amikor nyertél, és az a kapott gól, amikor nem nyertél. Nem, nem nagy kép. Tudod, hogy... Az a kapott gól, amikor vesztettél. Ez a lélek Ez a lélek E, ez, hát de én vesztettem egyébként, hát nyilván este, azért van, van a 30 százalék tehát azért azok, azok, estek, csak azok tudjuk, hogy visszamennek. Hát. <gül> 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 Normal, figyelj, ez <laughs> elég, elég Jim de nem Igen. is, hogy hívták, aki mondta, hogy a részvények mindig felfelé mennek? Oh, Déportnoy, De Nem mindegyik, nem mindegyik, csak a de a, 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 nagy, a, 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 a a komoly, a nagy részvények azok mindig felfelemennek. A nagy Continental Line fog A Volkswagen, hát beszarok. A Volkswagen miért hát zuhant? Abból is van nekem viszonylag sok. Hát miért zuhant a bankpánikra? De hát de be beszarok. Ezért. De látod, minden zuhant a bankpánikra a Volkswagen-nek. Mondjuk a Volkswagen van egy ilyen bank része, csak nem tudod, mert... Én mondom, de azt hittem viccből írom, de tényleg. azt hittem viccből de nem. Tehát a Volkswagennek egy része úgy nézett, a bank. Mert ő hitelez. Ugye az nyilván az autókra. Igen, igen. E, és a, tessék, ebben az elmúlt öt hónapban, amikor a magyar kormány szerint Európa éhen fagyott, kivéve a magyarokat, a DA, DA, DAX, DAX Earning Estimates, tehát az, hogy a, DA, a DAX cégeitől mekkora ered profitot várnak az elemzők, folyamatosan emelkedett 1250-ről 1450-re. Mennyi most a DAX? A DAX az most... 15 ezer. Tehát akkor me mekkora Péper ez, ilyen 10-es -10 körül. 10-11. 10, 10 Na, ez olcsó. Hát csak nem mindegy, mennyi bank van benne, meg nem mindegy, mennyi technológiai cég. Tehát, hogy a európai részvények az USA-hoz képest sokkal ciklikusabbak, tehát itt mindig alacsonyabb lesz a Péperem, mert mondjuk a Volkswagen az sose lesz 25-ös péperen. aztán majd meglepődök, ha igen inkább ötösön meg hatoson forog, az nyilván lehúzza mondjuk az átlagot. De a bankok is lehúzzák általában az átlagot. A technológiai cégek meg gyógyszercégek meg felhúzzák az átlagot, ami az USA-ban sok, sok, van. Ha már tech cégek, tessék, itt van, amit azt a permaberektől valahogy ezt sose hallom, csak mindig az, hogy ó, azok, azok ha IPO van, akkor azok a rohadt benfentesek eladnak. A tech, tech cégek insiderei folyamatos, egyre inkább vásárolnak, miközben az insider selling az továbbra is alacsony. Na, jó, oké. Okay. Viktor, Viktor, Viktor Orange County cikkét kihagyjuk, pedig én pont akkor Orange töltöttem fél évet, de most akkor ezt kihagyjuk. Meg azért nagyjából megbeszéltük mi is ugyanazt. Igen. Uh, amit azért semmiképpen nem hagyunk ki, az az, hogy, hogy kedves tanárok és kedves orvosok. Tehát volt, -e, volt egy másik nagy ilyen média, média izéből, esemény a elmúlt hetekben, David Lineker, te Geri Lineker, ugye vagy nem David? Geri Lineker, tudod, említ, tudod, hogy mi volt ez? Tudom. Ugye Lineker a BBC-n, ugye elvileg a, a, mi ez a, a, a objektivitás más, nem elvileg gyakorlatilag is. A BBC-nek a, a, a foci kommentátora volt, a legnépszerűbb messze, és, és kirakták, mert a saját Twitterek, tehát mint egyéni ember elkezdte anyázni a, a, a brit kormányt, már pedig azért a BBC valahol a brit kormány befolyásoltsága alatt is áll, és akkor néhány miniszter megsértődött, és akkor a BBC válaszú kirakta a, a Linekert. És erre mi történt? Fölállt, az összes kollégája fölállt, azt mondja, akkor ők se lesznek, megszűnt ez a műsor kvázi egy-két hétre, de aztán szerintem most már azonnal visszacsinálta a BBC, rájöttek, hogy tehát kedves orvosok, kedves tanárok, ilyen egyszerű ezeket a dolgokat elintézni, mindenki föláll, és akkor hirtelen a kormány fut, fut, mint a, izé, Na figyelj, Balázs, most 41 perc, az egy jó. Szerintem jó lesz. de okay. nem, ha haverom írta ide, csak megjegyzem, mert érdekes, ugye, hogy, hát, a hazai párhuzam, hogy nem tudja elképzelni azt, hogy ha valakit itthon kiraknak a médiából, akkor politikai véleménye miatt, akkor nem, nem, mennének be az emberek, nem lenne, aki a helyi álljon, mert hogy itt tényleg ez történt, hogy itt igen. volt egy szolidaritás. De igen, hát más kultúra ott szerintem az... Na mindegy. Na figyelj, most az jó, most Attilával beszélgettünk szerintem olyan 20 percet Indiáról, tök jó beszélgetés, utána pedig még akkor folytatjuk, mi most folytatjuk, de az ut utána még akkor azt bevágjuk, lesz sorosista, kiskeradat, meg a női nem, a női nemet végre, nem is a női kvótát végre, végre helyre ratjuk. Na hát akkor szervusz Attila. Szia Zsolt. Csonka Attila van itt velünk, már volt néhány szor az helyekről, Afganisztán és most India. És miért India, ugye? Az elmúlt hetekben, vagy hónapokban nem is tudom, azért amióta az a kína-amerikai viszony ez föl, így Tájván részén szintén, meg ugye a különböző amerikai bevezették, hogy a gyártókat így büntetik, úgy büntetik, stb. Ugye egyre nyilvánvalóbb, hogy Kínából azért jobb lesz el, elszivárogni a productionnek, és ekközben egyre drágul a távol-keleti munkaerő, az értékláncokat úgy látom jobb, jobb lesz diverzifikálni, vagy legalábbis így látják a nyugati nagyvállalatok. Úgyhogy az a gyanú, hogy a Kínából elszivárgás egyik nagy nyertese India lehet. Ehhez még tegyünk akár hozzá két egyébként elég beszédes adatot. Az egyik, hogy India lakosság száma mellekörözte Kínát. Ezt a múltkisbe akartam, már megelőzte. Mi az hogy lekörözted? A legkörözt azt, hisz, hogy már kétszer annyi, vagy nem is tudom. Próbálok clickbait lenni. <laughs> ja, próbálok oké. clickbait lenni. És a másik szerintem ez is nagyon érdekes. IMF report szerint 2023-ban Kína és India, most itt tegyük őket egy kalap alá, fogják adni globálisan a gazdasági növekedésnek, tehát a GDP növekménynek az 50%-át, Amerika és Európa együttesen alig a tizedét. Jó, de ez tényleg klikbét, mert ez, ez, ez mindig föl vagyok háborodva, ezen a részen, hogy, hogy, hogy persze föl lehet itt csoportosítani, nyilván azért, mert alacsony bázisra indulnak, meg rohadt sokan vannak, de hát most, a, a, ami viszont tök érdekes, az amit mondtál, hogy megelőzte, ugye nekem még csak itt 2020-as adataim vannak, ott még egy egész Na, mi ennyi? 1 milliárd 439 milliós Kínát látok, és 1 milliárd 380 milliós Indiát, viszont a növekedése Indiának 1% a populációnak, és 0,4% Kínának. Tehát ez az, ami, ami miatt megelőzi. Egyébként a fertilitási ráta, ugye ez amit a magyar kormány is úgy üldöz keményen, és Magyarországon az 1,5-re sikerült feltornászni, pont úgy, ahogy a régióban mindenhol egyébként, az Kínában 1,7, Indiában még 2,2. És talán ami érdekes, ilyen összevetésként a, a a medián kor 28 év Indiában, Kínában viszont 38 év, ami olyasmi, mint Európa vagy az Egyesült Államok még szintén 38, Oroszország az nagyon gyenge, az 40, Magyarország még gyengébb az 43. Nagy kérdés lesz, és erről beszélgethetnénk is viszont, hogy akár mondjuk az iparosodásban, a gazdasági fejlődésben, hogy lehet kiaknázni, hasznosítani akár ezt a nagy populációs számot és a sok fiatalt. de ma is mondok valamit, amiben nagy. Ugye Kína gazdasági növekedés az elmúlt évtizedekben folyamatosan arról szólt, hogy a lakosság áramlik be a városokba. Kínában az urbán populáció az már 61%, Indiában még csak 35%, ez Magyarországon 72%, az Egyesült Államokban 83%. Brazíliában 88%, nem tudom, ott, ott már nincs vidék. Na figyelj, és akkor azt is kiemelek ebből néhány ilyen gondolatot, ebből a cikkedből, és akkor azokról beszélgessünk szerintem. Tehát például ez a, a Módi ott is egy ilyen abszolút populista kormány van. Az idei költségvetés kb. 20%-át fordítja majd beruházásokra, köztük infrastruktúra fejlesztésre, amelyek az iparfejlesztést segíthetik, volt az állítás ebben az interjúban, és ehhez én csak azt szeretném volt, hogy ott van munkaerő, ugye az előbb beszéltünk arra. Tehát Magyarországon is valami ilyesmi zajlik, ny nyilván nem ekkora e e e e skálán, de ott van munkaerő, itt meg már elfogyott a munkaerő, e azért az óriási különbség óriási dilemma és nehézség is, hogyha csak új Delhi fejével gondolkodunk. Itt van ugye India, 1947 óta független ország, mert úgy kezdte akkor ott idézőjelben a független gyarmatbirodalomtól leválasztott önálló ténykedését az ország, hogy ott volt a kapitalizmus és a kommunizmus Oroszország és Kína közébe beágyazva. Nagy erőket egyébként amerikai segítséggel fordítottak arra, hogy a mezőgazdaságot az önálló, alapvetően kisgazdákra építő agrárkultúrát ki tudják építeni. Így egyébként egy nagyon erős vidékfókusz alakult ki az országban, és a 90-es Évek óta van igazán nagy erőkkel rajta azon India, rájöttek, hogy az ipart is fejleszteni kell, tehát a nagyobb hozzáadott értékű munka irányába is nyitniuk kell, hogyha önállóan akár a világpolitikában vagy a világgazdaságban tényezők akarnak lenni. Két évvel ezelőtt, meg most is, akár földreform törvények kapcsán óriási sztrájkokhoz is vezetett ez a dolog, és mutatja akár ilyen szempontból is a lakosságban az ilyen óriási érdekkülönbségeket is, akár itt nézve a fejlődés szempontjából egyáltalán nem mindegy, például, hogy azt mondjuk, hogy szakítsunk el korábbi modellel, hogy relatíve a kis gazdáknak is ott van a maguk lehetősége, megtarthatják a földjeiket, és azokat akár például állami élelmiszer ár és termény ár szabályozásokkal tudják-e tartani, vagy mondjuk azt, hogy teljesen kinyitjuk a szabadpiacot, és ahogy az agráriumban, de ahogy akár nézzük az egyéb ipari más területeket, szektorokat, ágazatokat, kinyissuk a nagy halak felé. Akár csak nyugat felé, és ebből lesz sok kézé, mert ugye most jelenleg ott erős a vidék, ugye ezt mondtam, hogy milyen alacsony a urbán populáció aránya, ami rengeteg, rengeteg gát, gátat, tehát rengeteg gátat jelent a fejlődés irányába, Hát nem tehát érted, ilyenkor mit mondana egy rendes kis gazda, hogy de hát, de hát ők szeretnék a izét, a földet művelni ott, nem? Ott a saját, mert hogy ez mennyivel jobb, mint a futószalag mellett dolgozni. Én nem, én, nem, én nem hiszem el, hogy jobb. Te, tehát, én, nem, én nem tudom, tehát, én nagyon ritkán teszem ki a lábamat vidékre, de én nem hiszem el, hogy jobb hajnalban. Főleg az indiai vidékre. Igen. most még kevesebb. Szóval ott, ott mi volt, hogy a terned van, azt meg se Na hát az még nagyobb szívás. Na, na, na mindegy. Szóval én ezt nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy jó a vidéki tyúketetésre keveset keresni, és napi 12 órát dolgozni, vagy futószárakban mellett 8 órát dolgozni, és aztán a maradik 4 órában abban viszont dorbézolni. Mit tudom én, mit csinálni? A 2014 óta a regnáló modi kormányzat nagy erőkkel van rajta azon, hogy saját ipari kapacitásokat is fejleszteni tudjon, saját erőből, saját indiai kútfőből, kutf, saját indiai érdekből, de nézzük meg, hogy működik a világgazdaság. Nem nagy, nagy, multi tőke nélkül nem lehet mozogni és létezni. Nem csak ezért. tőke, tudás, technológia, munkaszervezés. Hát az ne, 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 ne izé gonosz multizunk itt. <gül> <gül> hát ők tudnak dolgokat csinálni, míg az indiai parasztok nem tudnak. Ezért a külföldi közvetlen tőkebeáramlás egy fontos szempont. Vajon akár csak a mostani nyugati fókuszú, Tőke tudás, ami Kínában termel, mennyire akár az Amerika-Kína miatti balhékes feszültségek miatt, ha új területeket keres a redestinációban, mennyire tűzi ki Indiát is célpontjának. A modi kormányzat akár a Mekin India nevű külföldi tőkebeáramlás ösztönző kampányának is fókusza. Egyébként kiderül ebből az interjúmból is, hogy az a nagy átlag, hogy nyugati fejjel a azt szokták mondani, hogy jelenleg a már fejlett és képzett indiai munkaerő aranyatérős megbecsülendő, viszont pont a gyártósor mellett dolgozók szempontjából, meg még bőven van egyébként mit bepótolni, nagyon nem elégedettek az ottani humán minőséggel. Az a vicces egyébként, tehát ugye most mi az, ami egy ilyen felhajtó erő Indiában, az amerikai-kínai viszony megromlása, de az indiai-kínai viszony is egy folyamatos konfliktus helyzet, tehát hogy, hogy hogy nem tudom, én ennek örülök. Én örülök, hogyha Kína mellett ott van egy másik kurva nagy ország, úrosok sok emberrel, aki, aki tartja őket. Kínának a térnyerése az, ami egyébként szükségszerű szövetségesé tette és teszi Amerikát és Indiát. Amerikának ugye nagyon nem jó a mostani geopolitikai rendszempontjából az, tudjuk ezt jól, hogyha Kína erősödni fog, és igen, Indiának Kínával alapvetően lokális, nagyon csak határok menti problémái kihívásai vannak, közvetlen határterületeik vannak. Kína nagyon szoros kapcsolatban áll egyébként Pakisztánnal, aki ugye ősellensége Indiának, és mellette még ott van az indiai óceán kérdése is, amire mind a két helyi nagyhatalom, Kína és India ilyen szempontból igényt tart. De ugye, tehát tehát csak szempontból jobb lesz India, mint Kína, vagy legalábbis reméljük. De amitől rosszabb az az, hogy amiben egy kicsit már belementünk, de hát ez a külföldi befektetések túlszabályozása, a mindenféle korlátozás, az iszonyatos bürokrácia, meg az a mentalitás, hogy hát ez a mékin mé mé India. Tehát, hogy, hogy ők azt hiszik, hogy. Aj, sok, sok tetten érhető, és erről meg megint fogunk beszélni. Tehát, hogy, hogyha a, át ez a mi indiaiak, ez, ez, szerintem ez egy borzasztó hozzáállás, és az indiának ez, ez lesz a legnagyobb akadálya. nem hiszem, hogy hallgatják ezt Indiában, de kedves indiaiak, engedjük el ezt a mi indiaiakat, Örüljen, örüljenek, neki, hogyha az Egyesült Államok fogja a kezeteket, és segít mindenben. De, de Zsolt, miért, miért baj az, hogyha létezik indiai érdek? Az ő, ő fejükkel gondolkodva Vegyük csak 1947 után kikerültek oda a geopolitika, meg a reálpolitikának így a nagy prériére. Miért baj az, hogy ők meg megpróbáltak egyébként nagy ország, sok erőforrásokkal, nagy lakosság számmal, nagy és komoly kulturális, vallási, tradíciós múltal Jó, akkor megpróbáltak a... megerősíteni egy saját ilyen érdekközpontot. A klasszikus kérdés, de sikerült? Nem sikerült. Tehát, hogy egyrészt ugye visszamentél száz éve korábbra, vagy meg ugye száz éve korábbra, amikor valóban voltak Tehát akkor még a nacionalizmus egyfajta progresszió volt, mert akkor egy csomó ember összeállt egy tömbbe. De most már, hogy globaliz, tehát most már inkább a globalizmus ugye a, progresszió, meg az a Attól, attól jobb a világ, hogy globalizmus van, és nem attól, hogy ilyen klikkesedés van. Mert hiszen mitől rossz világ? Tehát van a globalizmus, tegyük fel, hogy ez jó, nekem tetszik. És Hol, van, hol vannak a kerékötők Azok, akik nacionalistáskodnak. Azok azek a kerékkötők. Tehát ezek a, az oroszok, a kínaiak, akik úgy gondolják, hogy a, van kínai érdek, van orosz érdek, és ami, az, ami valamiért nem az, hogy szépen beálljanak abba a, a, a globális trendbe, hogy, hogy a technológia az globálisan fejlődik, a gazdaság globálisan fejlődik, és igen, és akkor az lesz, hogy jön egy amerikai cég, és McDonald's lesz a, a izében, nem szar indiai csirke, hanem szar amerikai csirke, de, de, az, de, de, tehát, hogy Á, hát na minden, ezt, ezt, nyilván nem fogjuk megfejteni. É, értem, Mondyal. amit mondasz, értem, amit mondasz, viszont India, és például itt pont Oroszország érdekes, hogy felhoztad, nem engedték el Oroszország kezét, egészen addig, ameddig üzletileg megéri nekik. Indiai feljel, ők most mindenkivel üzletelnek, mindenki felé kompromisszumokat kötnek. Tudom, hogy ez akár ilyen elméleti elkölcsösíkon, akár főleg innen, Európából, a fejlett világból megkérdőjelezhető, de lehet, hogy onnan az ő fejükkel egyáltalán nem olyan rossz az, hogy minden egy együttműködésükből, Kínából, uh, Oroszországból, Amerikából, a lehető legjobbat próbálják meg. De az, ez, ez rövid távon, ez, tehát érted, ez, ez a mutyi világ. Rövid távon ezek jók, meg azt hiszed, hogy ettől lesznek egy jó, de aztán kiderül, hogy te maradtál a, a, a szar ország, mint ahogy, mint ahogy a, a szar országok, szar országok maradnak, és, és nem, nem, mit tudom én, valamiért mégis Németországban a legjobb élni, amelyik nem szar ország. Tehát, hogy, 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 mondhatod ezt, hogy, mi, hogy akkor most ők csak mi az eredménye annak, hogy te most Oroszországgal bratizol, mert megveszed az orosz or olcsó olaját, az az, az az, eredménye, hogy akkor Oroszország esetleg mégiscsak lerohan még egy országot, vagy nem. Tehát érted? Tehát azért, azért azt lássuk be, hogy a, a globusnak azért jobb, hogyha putyinok nem rohannak le szomszédos országokat, és ennek mi a, mi, a, a, mi a, egyik kulcsa? Az, hogy nem India nem múltjízik Oroszországgal. Ugyanis Modi miniszterelnök egy évvel ezelőtt arról beszélt, hogy 25 év múlva fejlett országgá fogjuk tenni Indiát. Oh, fejlett országgá. Kik a fejlett országok? Európa, Amerika, azért ez egy óriási vállalás, úgyhogy legjobb esetben is így a közepes országok, hogyha nézzük mondjuk a lakosság életszínvonalát is, annak is úgy az alsó ferteljába hajeszkedik el egyelőre az ország. Ne, hát de ez ugyanaz, mint az utolérni Ausztriát Magyarországon, tehát egy ilyen populista, semmi értelme dolog. Itt India mond... egyenlő Magyarország? Hát nem, ez a, ez, a, ez a kijelentés, hogy ők utolérik a fejlett világot, Magyarország utoléri Ausztriát. Hát ez nagyjából hasonló populista sűrűtlenség. Viszont, lássuk itt van egy ilyen a mondata izétből, a cikketből. Az indiai értelmiség és államaparátus körében a függetlenség óta nagy hagyománya van az etatista, a szocialisztikus, harmadik utas befektetőkkel szemben bizalmatlan gondolkodás voltnak. És tehát érted? Tehát erre mondott te azt, hogy jaj, de hát akkor keresik a külön, külön, kis csatornákat, ahol megegyeznek Oroszországon, meg stb. Nyilván az is ennek a része. De valójában ezt, ezt, a szart sikerül összerakniuk. Tehát azt sikerül összerakniuk, hogy most Indiában van, és, és akkor mi van? Na akkor itt akkor mert most van ilyen közvetlen tapasztalatom. Fontolva keresés. Mi van? <laughs> a, megmondom, mi fontolva keresés. Tudom, mit keresnek fontolva az indiaiak? Ö, egy helyet, ahol vécézhetnek reggel, és ezért a, mit csinálnak? bemennek a tengerbe, és oda vécéznek. És ott van egy tök jó tengerpart, ahol lehetne strandolni, de nem strandolhatsz, mert aznap reggel ezer ember ott elvégezte a dolgát. Miért? Mert nincs közmű. Tehát ilyen egyszerű, hogy aki vécére akar menni, az viszont áll fél órát sorba. Tehát, hogy inkább ezen dolgoznának a nagy etatista, szocialisztikus, harmadik utas baromst, amit valamilyen Németország simán megoldott, meg mit tudom én ki simán, meg Japán simán megoldott, Mit szólsz ehhez? Külön út? Micsoda külön út? Nem a tengerbe intézni reggel a dolgodat. Gratulálok! Egyáltalán az ipart meg tudják erősíteni. Itt elsősorban ugye még ez most a feladat, és érdekes ilyen szempontból, hogyha akár nyugathoz köthető cégeket ide veszünk, itt az interjúban is egyébként megemlítettük az Apple-t. Az utóbbi hetekben, hónapokban erről ilyen mindenféle félhivatalos sajtóhírek, meg inkább hivatalos feladati közlések is kijöttek, hogy az Apple és azok között a cégek között van, akik Kínából a gyártásukat akarják egy kicsit ki menekíteni. Ez egy tegnapi hír, egy délindiai állam törvényhozásában kilobbizták most azt, hogy két műszakos munkarendben is lehessen termelést folytatni, és ennek például pont a Foxconn, az apple az egyik gyártója, alvállalkozója lehet például a nagy haszonélvezője. Énként ha már itt tartunk, hogy, hogy hova, hogy van-e WC az indiai, az, azt hiszem ez, igen, ez az új delhi van. Tehát a legmodernebb városokban mondjuk úgy. van elég WC? Nincs, de űrprogram van. Tehát, hogy, és itt a cikkedben is volt ez az űrprogram, és én ettől teljesen kiborultam, hogy ezt valamiféle pozitívumként említitek meg azt, hogy abban az országban nincs elég WC, abban űrprogram van, és majd az hozzájárul a hazai gondok orvoslásához, ez van a cikkedben, mert akkor majd azzal figyelik a, mezőgazdasági termelést, de nem, ez nem erről szól, ez egy pop populista hülyeség ez, ez az űrprogram. Ez az, hogy Modi, Modi egy full populista, tehát ha a, a, ismerjük a populista a, a, mit én, kormányokat a világ minden táján, ez semmi más az arra szól, hogy kiszámolta, hogy na hát majd biztos néhány szavazó nagyon büszke lesz az indiai űrprogramba, akármennyibe kerül, akármennyire nincs WC, amit, azt, amit szintén lehetett volna ebből a pénzből csinálni, és és ezért űrprogramma. Tehát az űrprogram az nálam az nem, az nem a tudomány, meg hogy akkor ez majd föld megfigyelés lesz. Ez a populizmus csimborasszója, ez, ez, inkább arra példa, hogy India milyen reménytele helyzetben van, hogy ahelyett, hogy azon dolgozna, amiket könnyen meg lehet oldani, sokkal könnyebben, mint egy űrprogram, ehelyett űrprogrammal cseszi el az erőforrásait. Az azért megemlítendő, hogy az elmúlt 10-20 évben egyébként a szegénységi küszöb alatt élőknek a helyzetének a felhúzása az javult. Arányaiban az igazán mély szegény ember sokkal kevesebb Indiában, mint korábban. Óriási a szegregáció. Ugyanúgy jellemző az, hogy van egy kicsi, de nagyon gazdag elit, Adani, csoportot akár ide is vehetnénk, és egyébként óriási a piramisban a szegényeknek a, az alsó tempillére, pici középosztályjal. Az Adani csoport az egy ilyen, az egy ilyen mert hogy az a semmiből jött, és most aztán tényleg egy óriási Hét szám. Két óriási vállalattal. Két óriási vállalattal, az energiállátás 20%-a, meg ilyesmi, ilyesmi számokkal dobálóznak, de mindegy. Azt történt, hogy kielemezte ezt egy amerikai elemzőcég, és azt mondta, hogy ez egy totál kamu, ez a vállalatcsoport, most ebben nem menjünk bele, össze is omlott az árfolyam, a negyedére omlott össze, ahonnan most duplázott. Miért? Mert például azért, mert mi indiaiak, majd megtám, megtámadtak minket az amerikaiak, és mi indiaiak beálltunk mögé, és olyan, olyan befektetési csoportok, akik valószínűleg a büdös életben nem akartak volna adani csoport részvényt venni, talán kiderült, hogy valószínűleg ordas nagy csalás folyik ott, beálltak azzal, hogy mi, majd, mi, majd mi indiaiak ezt meg... meg, meg meg fogjuk támasztani. Valahogy nem Warren Buffett szállt be a negyedelő részvény folyamba valahogy nem a izé Norvég állami alap, hanem Abu Dhabi, meg az indiai befektetőcsoportok. Szóval ez szerintem ez egy előremutató dolog. Ugye a Hindenburg csoport azzal állt bele az adani cégcsoportba, hogy a, ez a cég Hello, ami egyébként Ázsia egyik leggazdagabb emberéhez, Gautam Adanihoz tartozott, 17 milliárd dollárt tüntetett el az utóbbi években adóparadicsomokban, cég Hello keresztül, végső soron valószínűsíthetően egyébként az Adani családhoz visszafolyatva. Hát ez az, tehát érted, most ez a mi indiaiak, akkor a mi tolvajaink, azok, azokkal fölkaroljuk. Hát nem könyörgöm, a mi indiaiak, tegyük börtönbe a mi tolvajainkat. Én ezt javaslom kedves indiaiaknak a WC program mellé. Tessék itt. Ugye, a... ugye itt már az volt nagyon nehéz történet, hogy a hét vállalat szolgáltatás, kereskedelem, szállítmányozás területén működően bányabirodalomról is beszélünk, annyira, annyira beágyazott volt akár az indiai tőkepiacon is, akkor a súlyt képviselt az adeni csoport, hogy tényleg too big to fail kategória volt ez helyben ez az egész történet. Csak egyébként az adeni csoportnak 153 milliárd dolláros minuszt okozott ez a Hindenburg jelentés. Na no, hát ez azért papíró mínusz, de igen. Uh, Ekként Dani, Dani is nyilatkozott a cikkethez, és a vicces ez, az indiai, az indiai részvénypiac ez mindig magas szorzókon forog a többi uh, fejlődő piaci képest, ami 2022 folyamán még nőtt is. Egyrészt azért, mert a kínai részvények voltak, az amiket eladtak, és akkor a, a leg, legközelebbi pírt azt most ebben, ebben az, ebben a izében, kontextusban vették. Másrészt a globális konjunktúra ciklusra kevésbé érzékeny ezek a részvények, pont azért, mert akkor India egy nagy belső piac. Meg, meg, ja, meg az ott folyamatosan magas infláció az épp, épp, az elmúlt időben nem emelkedett még máshol, igen, és akkor erre, erre erre is, ennek is megörültek meg, még minek örültek meg ennek a te mutyizásodnak, hogy Oroszországból olcsón tudták most energiát importálni, és ez mennyire megsegíti rövid távon az energia, vagyis a, 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 az indiai gazdaságot hosszú távon teszi tönkre, ha oroszországok vannak, bocsánat, putyinok vannak. A világban. És tavaly az sem volt egy rossz történet India szemszögéből, hogy egyébként a kínai gazdasági lejtmenet miatt a kínai piacról sokan, akik a fejlődő piacon, de biztosabb helyen akarták tudni a pénzüket, a tőkéjüket, átrotáltak Indiába igen. az indiai bőrzére. Igen, igen, igen. Na figyú, még erre értünk a anyagnak. Van, van egy sztorim még. mondjad. Múlt hó elején jártam Izraelben, Tel Avivban. Meglepődtem, nagyon szuperem, leszálltunk a Ben Gurion reptéren, onnan 9 perc alatt Tel Avivban voltunk. Egyébként a városnak is négy-öt teljesen különböző arca van, mint hogyha egy Mindegyik része, mintha egy másik világban jártál volna. Tehát nyomor negyed, high tech negyed, stb. Minden, minden, minden fejlettségben, kulturálisan, és ahogy a központi pályaudvarban leszálltunk a reptéri vonatunkról, utána három olyan tömbön át kellett sétálnunk, mintha Bangladesben, de legalább delhiben jártunk volna. Nem gondoltam volna, hogy ez a helyzet, ahogy az öröbb öbölmenti országokban is, láthatóan a kicsit fizikai jellegű munkákat egyébként fekete afrikaiak és távol-keletiek akár indiaiak végzik. Utóbbi onnan tudom, nem tudom, Sinkhamot ismered-e, Bollywoodnak egy nagyon híres karaktere, ő az indiai Chuck Norris, és több helyen egyébként ilyen trafikokban, amik mellett elsőt álltunk, így ki volt ő plakátolva. az az, hogy sok indiai dolgozik Tel Avivban. Te, te ismerted ezt a Sinkhamot amúgy is? Megmutatom, már... zseniális. Ne, azt, nem, köszönöm szépen, nem kérem. Büszke vagyok arra, hogy nem ismerem. De ez elképesztő, ja. hogy te ismerted. Azt hittem, hogy most itt az izraeli utat során. Gimiben, Gimiben, rajta nevettünk éveken és csodál. Ah, jó, jó. Hát akkor majd belinkelünk egy szinglávot. Na, köszönjük szépen akkor, Attila. Köszönöm szépen én is. Na, tessék, akkor Attila után folytassuk a sorosista, brüsszelista kisker adattal, mert mi történt? a frontországok kiskereskedelmi forgalmának éves változása januárban. Románia-Bulgária közel 6 plusz, Lettország, Lengyelország 2-3 plusz, Litvánia és 2 plusz, Szlovákia nulla, Magyarország mínusz 4,5 Hát, na, ha már izéről volt szó arról, hogy, hogy kifagy éhen, ne, úgy látom Magyarország fagyott éhen, és tessék, még a piacról is E, sem fogy el a luxus. Hát tehát. mert itt olyan brutális élelmiszerár infláció volt, ami nyilván ezt megmozgatta lefelé a volumeneket, ezt már nem lehet kibírni. Hát igen. Ez a rövid konklúzióm. Többiben nem. Az első kányévesztet is kihagyjuk, mert olyan kevés. Ú, az azt nem árhat kányévesztet. Akarsz, akarsz hozzá? Hát, mi csináljunk az Adidas cipőivel? Igen. igen? Megnéztem, nem nagyon esett rá az árfolyam. Egy nap esett egy nagyobbat, pedig ez mennyi? 3 milliárd dollár? De azt láttad, hogy Kányev ezt egy harisnyával a fején magyarázza, hogy nem tudom, Hitlerben is van jó, és hogy igazából Kányev ez egy holt idióta. tehát ez mm -hmm. nem gond. De, de azért szegény Adidas. <laughs> nem? Tehát az is az Adidas. Hát a, Na, ott ő sem diverzifikálta a portfólióját kellően, azt hiszem. Ez egy ilyen SVV bankos. Hát nem tudom, mert ugye van rajta mondjuk egy milliárd bukója az Adidasnak, egy milliárd dollár, nézzük meg, hogy körülbelül nem, mekkora. Nem, az, az nem, az... De, 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 az, te egy nem, Nem, több milliárd volt az. Persze, jó, profil, 25, 25 a kapitalizációja. Hát elégett az értékének, akkor mondjuk 4-5 ezzel a sztorival. De meg egyébként el tudja adni a cipőket, tehát nyilván nagyon-nagyon olcsón fogja eladni. Fog de hát nem adhatja el, nem? Hát ez pont presztis kérdés. Szerintem adja oda valami jó De nem, tehát, ugye, adja, de elégetni is égetheti el, mert az is presztis kérdés. Na, azért, igen, Ma egy már egy... nem lehet. Tíz év elégethette volna, de most nem. <Sz> így van. adja ami... oda valami afrikai országnak. Hát pontosan ez az kell csinálni. Mindenki vágya, is kányvesztet a... lehet. Gondolom. Na, ez nem rasszista izé volt, amit most mondtál? Nem miért? Hogy Afrikában hát, nem maga, azt hiszed, hát, hogy az azt a fekedéket szeretik. Ja, de, nem, nem láttam ezt bele, azt gondolom, Ázsiában is imádják. Ja, és Euró és Európában még... is imádják, nem tudom. Én nem, 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 akartam kiegyezni. Arra, de most már nem sokan imádják. Nem jövök ki ebből jól, most már látod. Én, én, én nem is ismerem a Kanye Az, az, íz, az a videó jön fűnik fel, amikor Freddy Mercury-val megversenyeztették, hogy ki énekel jobban, és Kanye West az kicsit rosszabbul szerepelt, mint ha engem állítottak volna ki Freddy Mercury elem. Ö, és mégis mi énekes keresi a kenyerét. Azt hiszem, itt a meritokrácia egy kicsit összeborult. Na mindegy. Ö, Na figyelj, van óriási, Kahneman azt csinálta, ugye Kahnemannak volt az a korábbi kutatása, Kahnemannak is, hogy 75 ezer dollár után, évi 75 ezer dollár kereset után már nem lesz a boldogabb. Tehát, hogy akkor már nem számít a plusz pénz. Most kihozott egy az, hogy nem a francokat nem. Akár eg egész 500 ezerig is egyre boldogabb az ember, hogyha egyre több. Hát ennek történt. a libitnek amúgy is már lőni kellett, mert az a könyv már szerintem van, vagy tizen pár éves. Igen, és infláció van. És duplázó már benne volt. Mondjuk, akkor csak 150 ezernek kéne lenni, nem 500 ezernek. De ugye ez egy, ez egy átfogóbb kutatás volt, tehát ez egy egész jó kutatás. Ezt, kézzel, úgy csinálták, hogy az embereket, mit tudom, hogy tíz éven keresztül folyamatosan a mobilján csesztették, hogy most hogy érzed magad, most hogy érzed magad. Most, és akkor mindig válaszolgatnia kellett. Gondolom pénzért. Szóval 500 ezer dollár fölött azért nem tudják, mert ott kevés, kicsi a minta. Kevés 500 ezer dollárnél kevesebb. Többet kereső ember bírtak rávenni arra, hogy folyamatosan basztathassák a mobilján, hogy írja már meg, hogy hogy érzi magát. Mik, mik vannak. És, és azt mondta, hogy a, úgyhogy, úgyhogy nem a, a titkán, a gazdagság titka nem a, mi van? a boldogság titka nem a gazdagság, de azért segít, mondta Kiddingsworth? De van, mindenki nyugodjon meg, tehát van egy tekintélyes rétege az embereknek, akik gazdagon is boldogtalanok. Na, mindenki nyugodjon meg, más is szopik. Ö, mert, és mint egy 20 most nem tudom, hogy a gazdagok 20%-a, vagy az emberek 20%-a az gazdag és is, és a, ezeken az embereken nem segít a több pénz. Tehát ö, ö, van ilyen. És akkor tessék, itt van ilyen gazdag ember, aki most is A Svédország legnagyobb. Nyugdíjcsoportja? Mi ez? Nyugdíj, nyugdíj... nyugdíj alapja? nyugdíjalapja. alapja. Ugye ezek a svédek már a 2008-as válságban is vettek amerikai jelzálókiteleket, és de de most is benne voltak a Silicon Valley Bankben. A negyedik negy legnagyobb shareholdere volt. <kül> Aztán... K a de mégis a tippen nem kéne lehet, ezek a svédek ezekkel együtt is jól vannak. <laughs> nem hagy. De így sem fagynak ilyen. ezek a svédek már megint. Én... Crypto.com utána ment egy Ausztán néninek, szegénynek, akinek véletlenül 10 millió dollárt küldtek a 100 dolláros refund helyett, és a néni azt hiszem nem adja vissza. <laughs> Úgyhogy most beperelték. Na tessék, vannak itt nyereségek és veszteségek a világban. Na figyelj, és Balázs, te is mondtad, hogy a nőkről hogyan vélekedek. De aztán nem tudtad megfogalmazni, hogy a nőkről hogyan vélekedek. Tehát, mert azért vegyük észre, tehát én táncolok, meg van Családot? Nem, nem, nem hmm. tudom, mire gondolsz most. Na, mindegy, jó van, akkor. Mert... A hallgatók szoktak neked. Igen, a hallgatók hiszik azt, és megmondom, miért hiszik azt, mert hogyha azt, azt hiszik, ez ilyen érzelmi alapú hit, ha azt hiszik, hogyha ilyen női kótát döngölöm a földbe, mert az egy baromság, akkor, én, akkor nekem a nőkkel van a bajom. Hát nem. Hát nem, kedves... nem, nem, az a baj, tehát akkor az a baj nekem is, meg akkor nem tudom, lehet a hallgatóknak is veled, meg vagy a, nem veled, vagy csak véleményeddel, az az, hogy valójában nem vagy érzékeny egyáltalán, hogy tényleg létezik hátrányos megkülönböztetés. A és sem... ezt te tagadod, hogy ez létezne. Hát, és ez, 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 ez szerintem egy hiba, mert de ez azért nem, nem azt, nem azt tagadom, hogy akkora, lenne, a probléma ez lenne. Pedig Ezért... te mondod, hogy lemész vidékre, és Megsajnálnak a három lányod miatt, és akkor közben meg nem hiszed el, hogy esetleg egy nőnek bizonyos területeken nehezebb érvényesülni. Tehát te egy ellentmondásba kerül. Azt, mondom, azt a... nem hiszem el, hogy ez akkor a probléma lenne, mint amekkorának ez a propaganda beállítja. Tehát ekközben e, e, e van a és föld. a különbség. És... Na jó, csak ugye az van, hogy te, mint egy keresztes lovag, ugye azt gondolod, hogy vissza kell húznod ezt a. Tehát oké, okay, tegyük fel azt gondolod, hogy ö, mondjuk ez a skála 100 száz van, hogy annyi lehetne, ha nagyon nagy lenne a probléma, de csak ötven egységem van ez a probléma. 20. Viszont úgy érzed, hogy a média az 52-nek érzékeli 50 helyet, mondjuk. És te, mivel egyedül harcolsz az egész világ ellen, neked azt, hogy ezt a 52-t lehúz 50-re, ezért neked minden erőt tehát be kell dobni az, hogy kiátlagold azt az 52-t 50-re. Viszont ebből az következik, hogy mindenki azt gondolja róla, hogy te a nulla felé akarsz dolgozni. Pedig te csak az 52-t akarod levinni az 50-re. Mert a média 52-nek érte ezt a problémát, hogy csak 51 ség probléma. nem tudom, hogy a számok helyén, helyén valóta, Nincsenek helyén. De, de mindegy, figyelj, jobb fejnek tartnak hallgatók, ha, ha ez a helyzet, mint hogy én leírtam, mint ha te, te, írnád le a saját számaidat. Úgyhogy szerintem hagyd meg nekem, <laughs> hogy, hogy Jó, egy jem. ilyen pozitív konotációt adjak ennek. Más, más, számokkal jövök, mert én kiszámoltam, ezt már egyszer elmondtam, de akkor most újra, mert az új hallgatók ezt nem tudja, én kiszámoltam, hogy a női kvótának kik a nyertesei. A legegyértelműbb nyertes rétege az a nő, aki érdemtelenül kerül oda egy pozícióba így. Nyilván, hogy csomó ilyen lesz. Szerintem egyébként a hallgatók többsége is a kvótát. Tehát, hogy ebben például önmagában nem hiszem, hogy a hallgatók kiborulnak, hogy, hogy te, te azt mondtél. Akkor, akkor most együtt, együtt küzdünk a női kóták ellen. Mondom, ez volt az első nyertes. A vesztes nyilván az a férfi, aki érdemes. De Tudjuk most már milyen kérdést kell feltenni a Spotify-on. Így van. A, a veszt, az első vesztes kategória férfi, aki érdemes, de kikerül belőle, hiszen az érdemtelen nők kiszorítják. Másik vesztes csoport a nő, aki érdemesen is bent van, mert rengeteg ilyen van. Tehát a, a, van egy meritokráciánk, amit most szétrugunk, azzal, hogy, nő, hogy születési alapon osztjuk az érdemeket, és nem érdem, érdem alapon. Öh, tehát egy csomó nő, aki érdemesen is bent lenne ebben a mit tudom én, a szíjóságban mondjuk, az most már le lesz egy kicsit implicite legalábbis, kóta nőzve, hogy á, ah, biztos te is azért vagy ott, mert titeket, nőket most mindenkinek nyomnia kell. És ugye az a problémám, ez amit mondtál, hogy én nem megyek vidékre és miért tarapasztalom, ott nem segít az, hogy Brüsszelben női kóta van, meg New Yorkban női kóta van. Tehát a, nőik női kvóta az ott próbál segíteni, ahol már tényleg semmi probléma nincsen. Ugye? Tehát ez, ez, ez az egyik. Ez, ez nem egy... igaz. Amerikában ez egy nagy probléma. És New Yorkban egy csomó olyan ember dolgozik, aki nem New Yorkban született, vagy nem New York közepén. Amerikában ez egy nagy probléma. És akkor ahol, hagytad, több, több, nő jár egyetemre, mint férfi. Ott ez egy nagy probléma. Te azért, azért De most nem... beszélünk bizonyos szakmákról, vagy pozíciókról. De az most. nem probléma. Na, pont erről van Az nem probléma, a, a Lakatos is erről beszélünk. Az nem probléma, hogy ha, ha a bányászok közt nem probléma. hogy De a az, a nő... az egy probléma, Most a, na, a bányászokat vegyük, ahol van egy tipp, tehát egyértelmű fizikai különbség nő és férfi között. Hát, hát a bányász hogy mérnök, Aha, A, fizikus tudjuk nézni, igen, mérnök. Na, tessék. De hát nem akar a nő fizikus lenni. Hát de e... ez a kérdés, hogy miért? Nem az a kérdés, nem, hogy és 100 pontosan... százból, ha kettő jár egyetemre, akkor nem lesznek női mérnökvezetők, hát nyilván akkor nem lesznek. Csak De miért senki... akar százból kettő? Csak. Ezt az a politikus, aki ezt kitalálta, hogy ez probléma, az nem kutatta ki, hogy ez miért van így. Tehát te ezt garantálom, és ami hát kutatással... ennyi a politikus semmit nem kutat ki. Így van, így van. De ő hallgat a kutatókra. De, de kutatás erről nincs. Hogyan Ami kutatás lenne? van, az ellent mond. Ugye ez a svéd-skandináv modell, ahol hirtelen kevesebb fizikus lett onnantól kezdve. Azért, mert nem keressük meg azt az embert, aki erről szakértőként beszél, az már a mi hibánk. De én nem, én megkerestem. Hát most ha. mondom ezt a kutatást. Na mindegy, majd belinkeljük, most ezt nem mondom el újra. Ö, Hívjunk el a podcastba valakit. A, jó, oké. Okay felőlem. Na, jó, na figyelj, mondom tovább. a ja, jó, mondjad, mondjad. Nyerte, vesztes kategória, két vesztes a férfi, aki kikerült, a nő, aki érdemesen is metlen, és van még egy nyertes, az a férfi, aki így is bemarad a CIO közt, mert egyrészt felértékelődnek az érdemei, kettő, azért az rossz neki, hogy nehezebb dolgo, lesz dolgoznia, hiszen kevésbé meritokratikus lesz így már a kiválasztás, és viszont annak körül, hogy nőkkel lesz körül. Hát én is örülök, ha nőkkel vagyok körül. Van, van még egy nyertes, és az a lényeg, hogy erről nem beszélsz. Az, az a nyertes, az a nő, aki most látja azt, hogy lehetséges odajutni, és hogy ő is elhiszi, hogy oda juthat. Tehát van egy minta, amit mutat a társadalomnak ez az egész. Csak, és azért nyertes nő lehet. Ezzel az a baj, hogy most a vállalatokon vered le ezt, tehát óriási kárt okozol, nem érdekel, hogy mekkora kárt okozol, mert van egy ilyen politikai szempont, amitől azt hiszik emberek, hogy majd vidéken ezért fog valaki Budapesten egyetemre jönni lófüttyöt. Nem fog ezért a kiskörösről Budapestre egyetemre jönni szerintem senki. Ö, nem, inkább... ez már annak mutat valakit valószínűleg, aki már egyetemre jár, igen. Na jó, de, de érted, de hát az, aki már egyetemre jár, és Azok nem az is képes felismerni hát, Az emberek 30%-ának van diplomája. Ne, nem képes felismerni azt. Hogy hogy belőle bárki lehet, az valószínűleg nem olyan matéria, akiből szívű kéne, hogy legyen. De de nem volt hát, de, 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 de a, a hátrányos há... megkülönböztetés már hozza egy csomó ember, és valóban nem képes felismerni, hogy belőle bárki lehet, és ez egy társadalmi probléma de csak amire ne, ez nem egyáltalán senki nem tudja, hogy ez válasz -e. Valószínűleg sokkal több problémát generált, egy itt van. A ner is ugye ez a problémát. Nem a NER mit csinál, kiválasztja ideológia alapon, vagy párt hűség alapon azokat az embereket, akiket beemel maga mellé a, a, a szuperpozíciókba. És itt is ez történik, csak itt születési alapon lesznek ezek beemelve, mert azt hiszik, hogy lesz valami pozitív társadalmi hatása, fogalmuk sincs, hogy lesz-e. Skandináviában éppen negatív negatív hatása van. És, 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 mi történik? Tehát megint a meritokráciát van, amiben ki kell érdemelni dolgokat, és ezzel lehet jutatkozni, hogy mivel kell kiérdemelni, de most születési jogra lett ez cserélve. Ha nő vagy, akkor előrébb tartasz a meritokráciában. És egyébként nem csak a, a, a nem csak az én izém, tehát én hozom hozzá a példákat. A Spanyolország most törvényt hoz, hogy egy jelenleginél több nő legyen vezetői pozícióban. Hát kurva jó, de ez egy infinit klub, kedves spanyolok, mert az történik itt a következő cikk a Bloombergről, de a G7 is lehozta. A sorban hagyják el a nők a top cégek vezetői posztjait. Miért? Mert őket nem érdekli az, az egész szarság, hogy a gyerekeikkel akarnak együtt lenni. Hát a, a itt van a female exec -szútok, a női vezetők, kimerültek, C-szintű vezetők, tudod? C-szintű vezetők, és elhagy, mennek az exitek felé, ezt most már bloomberg idézem. És ehhez, tessék, itt van a, po, a po, po, politikai propaganda üzenet. Sajnos a, a, a X generációs nők, mint líderek elhagyják a, a, a posztjukat, és az a évtizedes. Ö, ö, E, pro, erőfeszítés, hogy diverzifikáljuk a, a... Az a, javulás, az visszaesett. Ez visszaesik. Elég. Hát igen, könyörgöm, mert nem diverznek kell lenni, hanem meritokratikusnak. A meritokrácia az majd kellően diverzifikál, pont annyira, amennyire, amennyire kell, hogy diverzifikáljunk. És De itt... te tényleg azt gondolod, hogy ezt a problémát önmagában a kapitalizmus a piac szabályai megoldják? Az biztos. Hát gondolod, hogy ha smert, te... de, 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 nem látod, hogy itt van egy ilyen társadalmi kérdés? Az oktatás az szerinted mennyire piaci alapú? Az, hogy kinek milyen lehetősége vannak, az mennyire piaci alapú? A, az, jó, de ez most más. Tehát, ugye ez hát más. nem. Az, hogy kurva oktatást csinálj, az a, a, az, 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 Tehát, hogyha egy olyan világban élnénk, hogy mindenhol, Budapesten, vidéken, meg férfiak, meg nők között, meg mindenkinek pontosan ugyanaz lenne elérhető, akkor, akkor érteném, amit mondasz. Csak ez a lényeg, hogy ez nem így van. És olyan, mintha hogyha ezzel ezt tagadnád, vagy nem érdekelne csak, csak ez a dolog. Csak ez nem, ez, nem, a probléma orvosló. Tehát pont erről beszélek, hogy a politikus sosem valós probléma, amire valós megoldás. De nem, ez egy valós probléma. Ez csak egy valós csak valós szerinted probléma. Szerinted nem oldja meg. Ez, Persze, okay. hogy nem oldja meg, hanem okay. ront rajta. De nem, ez, nem, nem a, ront mi rajta. Mi oldana meg, hogyha az állam nem erre fókuszálna, hanem arra, hogy kurva jó oktatást csinálja mindenhol az országban. Ez egy csomót segítene, és ez, ennek, enne, ezzel senkinek nem lenne problémája. De valahogy mégsem ez, hanem női van. Érted? Miért? Mert a, a a hallgató vagy a szavazó, az megint a izét nem érti, az oktatást, hogy az, az, az mennyit javult, azt nem érti meg, azt megérti, hogy nőik kvóta. Tehát, tehát ez, ez erről beszélünk. Most a kvótával, mivel én is értek, teljesen egyet, ezért, vagy sőt, lehet, egyáltalán nem, ezért most a kvót, nem a kvótát akarom védeni. De hát én De azt én te a problémát is ezzel egy kicsit tagadott. De hát nem, nem Azt mondom, hogy a kvóta nem rá. Akkor mondom. mi a megoldás? Mert te nem... az ok... Most mondtam, oktatás. Az oktatás. Ja megoldás. jó, így egyetértünk, csak hogy. Ezt úgy ott, ott hagyjuk azon a szinten, hogy oktatás és legyen jobb, és ez bonyolult dolog, és nem tudjuk hogyan. A kvótát meg püfölöd oda-vissza. Ez nem igaz, hogy, nem. Tehát, hogy Magyarországon jó, jobb oktatás lenne, olyan kurva egyszerű, hogy meg kell triplázni a tanárok. Véget. Tehát a Magyarországon nem kérdés, hogy mit kell csinálni. Persze, Azért, hát és az, az, nem e a női az egy lépés a nagyon sokból. A, 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 a legnagyobb. Na de figyelj, itt van, tessék, itt van egy női vezető. Szerinte az okok között, az a g 7 vagy tereszikből a női vezetők mi van? A nővezetők nem hajlandók többé tolerálni az olyan cégeket, amelyek nem veszik tekintetbe az anyasságból következő feladataikat. Könyörgöm, nem, ez van. Hát ez van, ha én bálnavadász vagyok, azt se veszi figyelembe a cégem. Hát nem, ez van, hogyha valakinek van egy izé, ezt talán itt még nem mondtam el. Dávid hozta, ez egy kurva jó példa. Ha akár férfi vagy akár nő vagy, és el akarsz menni a top ne mesterséges intelligencia kutatók Amerikában dolgozni, akár férfi, akár nő vagy, megkérdezik tőled, hogy van gyereked? Azt mondod, hogy van, akkor azt mondják, hogy köszönjük szépen, akkor te mit keresel itt? Te már nem fogsz foglalkozni a munkáddal, te már az időt felét a gyerekeddel akarod tartani, mert hogy az milyen aranyos, meg pelenkáznak. Te, te, te hagyjál béke minket! Ezt fogja mondani. És akkor, és akkor mondhatjuk azt, hogy legyen egyenlőség, de akkor az azt jelenti, hogy mindenki ugyanolyan szar lesz. Sajnos munka megosztás kell. Valakinek kúrasokat kell a gyerekkel foglalkozni, vagy nem kell gyerek. Tehát érted, rengeteg izé van. Nem az, hogy követelem, hogy a cégem vegye figyelembe az én hobbimat, hogy én gyereket akarok nevelni, és ezért én csak keveset tudok dolgozni. Tehát, akkor a cég nem kér belőled. Tehát, de egy Lakatos Péter nagyon jól erre rá, rá tercelt, mert ő ugye mit mondott az a szerencséje, hogy ugyan, olyanokkal dolgozott együtt egész életében, akik utálják azt csinálni, amit ő szeret, és fordítva. Ugye, tehát ez a munkamegosztás, ez a specializáció. Tehát az, hogyha mindenkit arra kényszerítünk, úgy, hogy ugyanannyit foglalkozzon a gyerekkel, akkor az az, hogy mindenkiből szar munka elő lesz. Ha viszont az, aki kurvára szeretne gyerekkel foglalkozni, az gyerekkel foglalkozik, aki meg a karrierével akar foglalkozni, az egy karrierjével akkor egy százszor jobb társadalom lesz, csak sokkal kevésbé egyenlősdi. Ez így van. Csak, és erről beszél, hogy ez egy szar. És akkor, Na, na, itt van Susan Harris PhD. Elmondhatom, hogy levezetésnek Susan Harris PhD? Figyelj, engem inkább az érdekel, vagy én azon szoktam gondolkodni, és félreteszem a női férfi témát, hogy szerintem a világ egyébként is halad arra, hogy, hogy mondjuk egy befektetési bankban, vagy egy tanácsadó cégnél a legtöbbet kell dolgozni, ott egyébként a fiatalok erre szerintem egyre kevésbé lesznek hajlandóak. Tehát te most kiemelted a nőket, meg a, a szülőséggel kapcsolatos feladatokat, de szerintem amúgy is, én azt látom, hogy kezd, kezd abba az irányba menni a világ, hogy most én vagyok, ugye már átléptem a 30 at tehát az azt jelenti, hogy a pályakezdők azok nálam 5-6 évvel fiatalabbak, akik most bejönnek. Én azt látom rajtuk, hogy sokkal keményebben alkudnak, több pénzt akarnak, és kevesebbet, és ami fontosabb, hogy kevesebbet akarnak ezért dolgozni. És hogy én azt gondolom, hogy nem olyan rossz világ az, hogy megyünk-e felé. Persze nyilván az a kérdés, hogy meg tudjuk-e fizetni, tehát a gazdaság ki tudja ezt termelni. De itt most csak a gazdaságnak egy nagyon-nagyon pici szegletéről beszélek, erről a top-top munka, munkavállalóról, aki a befektetési bankban, New Yorkba szétdolgozza magát, azért nem tudom, 5-10 évig, hogy aztán majd valami lehessen belőle. Én nekem az a teóriám, hogy hogy egyszerűen ki fog kopni ez a kultúra. De az ugye ez meg a mindent megteszünk, végtelen dolgozunk, feláldozunk mindent, hogy majd tíz év múlva nem tudom, jobb legyen, meg eljusszanak a vezető pozícióba. Szerintem ez a kultúra általában véve változik. És ez összefügg ezzel, hogy a, hogy a szülőségből fakadó feladatokat is azt mondhatjuk, hogy igen, igen, én haza akarok menni, hogy ha, home office-t akarok, hát nyilván a home -e az egészben egy teljesen tipikus példa, hogy mindenki most már nem csak fizetést alkud, hanem home office is kialkudja. Jó, de az ugye megvan, hogy azért ez egy kevésbé hatékony társadalom lesz. Tehát ez, az biztos, hogyha mindenki belenkázik egy csomót aját, hogy a... De nem lesz, mert közben van GDP növekedés meg fejlődés, de, de meg de ez a... meg most... Csak nem én azt nem mondtam, mondom, hogy... én csak egy szeletről beszélek, tehát én most nem a nem tudom, Midwesten dolgozó amerikai bányamunkásról beszéltem, nem, nem róla, hanem a New Yorkban dolgozó befektetési bankáról. De ez náluk is vagy igaz. a tanácsadó cégről. Én beszéltem ilyen bútor aki azt mondta, hogy hát ő nem tud már új fiatalokat fölvenni, ugye, mert most a Magyarországon a bútor összeszerelő jó kerestek. És a fiatalok azt csinálják, hogy kúra jó keresnek két hétig, és a következik, következik két hétben nem akarnak dolgozni. Tehát, hogy nem jó, akkor ott is van. Na, de igen, tehát a, mindegy, arra akarom felhívni a figyelmet, hogy Változik a világ, és szerintem a nálam meg még idősebbek, akik még nyilván sokan vannak a munkerőpiacon. Ők ezt, húzzák a gazdaságot. Ők még húzzák, meg ők ezt nehezen nézik, tehát nem fogadják egyébként. Én is egy kicsit nehezen. Tehát, hogy hogy köztem meg az öt évvel fiatalabb között úgy érzem, hogy van különbség. De te, de te a te korosztályod is persze ki, 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 ki ilyen. Hát úgy, nem, úgy. tudom, az én korosztályom körülöttem van egy csomó én tanácsadó. Én beszéltem a te izéddel, aki elment, ha nem tudom honnan, mert napi tíz órát kell dolgozni. Te emlékszel, te esküvőd? Esküvőd, mert, mert beszéltél valakivel? Valaki nem, velem, az szépen, volt. Le lett baszva, hogy, azért, hogy meg, megkínzított hagyta. És sose lesz belőled hosszú katinka, hogyha izé, nyafogsz, mert tíz órát kell dolgoznod. De hát nem. van ilyen is, de hát azért gondolj bele, ő is el dolgozott. Tehát akkor van ő is úgy kezdte, hogy sokat dolgozik. Mi lett belőle azóta? Ott van Ne, Nem, azóta is, azóta is tanácsadó csak máshol. <gül> <gül> Na tessék, tessék, Susan Harris PhD. <laughs> Ezt nem, nem, nagyon... hát tudósok közt működik, meg PhD, de azért kommunikáció. Tehát a kommunikáció a területe, úgyhogy nem ő fogja összeszerelni a következő fúziós erőművet. Ő egy nő. <laughs> nagyon vicces Twitter üzenete van. A, az írási folyamatban az a kedvenc részem, amikor kitakaríthatom a lakást. Mit szólsz ehhez? Mit szólsz ehhez, tessék? Hát akkor az, aki szeret lakást takarítani, az takarítson lakást. Aki még nem szeret, aki gyűlöli a porszívolgát, az ne takarítson lakást. Tehát így, így megy ah, elő. Ez messzire vezet ez a probléma. Így megy előre Így megy elő. Na jó van, vezessünk le. Vezessünk le, akkor mit vagy levezető, hogy mennyi baj van a generációddal. Most már a amerikai felnőttek több mint fele azt mondja, hogy Taylor Swift fan. Ami, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy túl alacsonyra raktuk a felnőttség lécét. Ez nem, nem elég ehhez egy kort elérni. A a, 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 például, hogy ne legyél Taylor Swift fan, az is a felnőttsége egy része kell, hogy legyen. Na, Hugh Grant, eh, akkor Hugh Grant kimaradt. Sajnálom, sajnálom. Hú, hát ebbe is felnőtt lettem, mert Inkább Lady gaga fenn vagyok, mint Taylor Swift fan. <laughs> Na jó, én inkább. Hát én meg Elvis Presley, akkor én mekkora felnőtt vagyok. Na. Na hát köszönjük szépen a figyelmet akkor a viszonthallásra. A viszonthallásra, sziasztok! Ha tetszett a videónk, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, ahol hasonló tartalmakkal találkozhatsz.